Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát remélem, hogy nem mulasztottátok el tegnap a szeptember 20-ai napot. Nyilván nem mulasztottátok el, ti is átértétek. Ilyen volt. Ilyen 20-a volt. Jó volt? Hát vasárnap 20-a, pihen az ember. Hát most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz hírt fogok mondani férfi társaimnak. És a nők is nagyon el fognak szomorodni. Mert hogy tegnap volt, és szerintem nagyon sok pasi elfelejtette, én nem. A szent! Mi lehet ez? Várjál, ne segíts! Várjál, várjál! Próbáljuk már kitalálni, igen, hogy mi ez. Egy nap, jön az, a pasiknak... egy nap az ápoltabb hajér, mindjárt figyelj. Várjál! Szerintem ennél durvább lett. Nemzetközi szexmentes nap? Én tartottam tegnap. Én ezt nagyon sokáig tudom tartani. Tehát ez a pasiknak fontos, de majdnem mindenki elfelejtett. Nem, a nőknek fontos. A nőknek fontos. Kell, hogy fontos, és a pasik valószínűleg elfelejtették. Aha! De pasik felejtik. Nem fogtok rájönni. Elmondom, mi volt. Szeptember 20-án volt a nagy nemzetközi értékeld a feleséged nap. Ah, kutya fáját, de értékeld a feleséged. Értékeld a feleséged. Ez ettől az évtől van? Ez... Én nem tudom, hogy ez mikori. Akkor ezek szerint valami elfelejtetted. Igen. Ma azt kell mondani, hogy évek óta értékeltem. Nem, én is elfelejtettem, tehát fogalmam volt, hogy ez van. Értékeld a feleséget. Ami arról szól, hogy a gondolkodás alapvetően női principiumok közé tartozik, jelentsen a szó bármit is. Na, jó van. Tehát, hogy a nő gondoskodik alapjában a férfiról. Aha. Vacsorát főz, gyengéd velem, mosvasal takarít, hát ezt azért sok nő utálja, ugye? Szerintem csak így visszaküldtük most őket egy mondattal a konyhába, a tűzhelyből. Viszont most szerepet kell cserélni, és legyen egy olyan nap az évben, amikor a férfiak értékelik a saját feleségüket. Nem a jövőre akkor. És leírja ez a cikk, hogy mit csináljak én a feleségemmel, hogy úgy érzi, hogy értékelem. Most el kell, hogy mondjam, hogy én ezt elolvastam, aki ezt írta, annak nincs felesége. Aha. Menjünk el egy tóhoz biciklizni, és kacsákat etetni. Aha. És kacsákat etetni. Egyébként most, hogy itt többször elolvasom, lehet, hogy van benne valami. Na. Várjál, de ez nem a nemzetközi értékeld a kacsádat nap. Vagy a vízibicikli. Vagy igen, vagy értékeld a vízibicikli. Ja, de figyelj, csak azt nem mondja, nap. Egyébként azt nem mondja, hogy a feleségeddel menj el egy tóhoz. Tehát menjetek el egy tóhoz vízibiciklizni és kacsákat etetni. Mert legalább addig se vagy otthon. Hát a haverjaiddal is elmehetsz, és akkor anya megszabadul legalább erre a vasárnapra tőled. Ennek örül egy nő, hogy elmentek együtt kacsát etetni? Hát annak örül, ha te rászánod az idődet, és elmentek romantikusan sétálni. Basszus, evezzél már gyorsabban, rohadt kacsák már elúztak. Hát ez a baj, hogy hiányzik belőletek a romantika, nem látjátok ebben, hogy ez mennyire jó. Ez egyébként nagyon sőt. Nagy. Tényleg nem is értem. Társas játékozzatok, bármi jöhet, akár kinevet a végén, vagy Monopoly is. Aminek a végén nálunk például mindig összeveszés van. Tehát ha a család nálunk társas játékozik, valaki biztos, hogy bedurcáz, és elkezd üvöltözni, hogy de ez így nem igazságos, vagy a gyerek, vagy az asszony. Kísértődik meg a vége. Na? Azt mondja, hogy kiránduljatok egyet a hegyekbe, vagy vegyétek az irányt bármerre, ahol mesés panoráma vár benneteket. De mesés most panoráma. Komolyan mondom, kikérem magamnak. Tehát ez abszolút nem életszerű. Várjál, Jani, beütél mesés. Így van, panoráma. Beírom, mesés hogy panoráma. Jó. Ingyen van a mesés. Szigligeti öböl. Tessék, Szigligeti öböl. Az első. Már ezzel nem is kell foglalkozni, beütjük gyorsan. Mesés panoráma. Oké, irány Szigliget. De ez már pénzbe kerül, odáig már el kell menni. Na tessék. Minek örülnének valójában a nők? Írják meg nekünk, hogyha mondjuk ezt a napot ma tartanánk, akkor az ő párjuktól minek örülnének a legjobban? De persze nem kell romantikus dolgokra gondolni, mert én tudom, hogy sok nő vágyik romantikus dologra, közben annak is örülne, ha a párja budi után kezet mosta. Ugye? Igen. Tehát, hogy itt van egy csomó olyan dolog, vagy visszahajtaná azt a rohadt mágnes WC-deszkát, vagy egyszer végre elmosogatna, nem? Persze igen. Lehet itt ilyeneket csinálni, kelj föl korábban és csinálj neki reggelit. De hát nem menjünk ennyire messzire. Aki ezt írta, annak nincs felesége valószínű, nem? Nincs. Tehát mennyi vízi biciklizni, etessék kacsát, majd monopolizzál, azért ez nem tudom, hogy mennyire életszerű, bár nem hangzik. Egy szép nap lenne.
Szép nap lenne. És utána pedig úgy fejezitek be a napot, hogy mesés panorámán. Tehát kerestek, és akkor megnézik hát a laplemet. Hát akkor várja, elmész ugye a Balatonhoz kell menni, igen. Mert akkor van vízibicikli. Van, várjál, van vízibicikli, van kacsa, van szigligeti panoráma. Na jó, de na, most nézzük meg őszintén, tessék, mi volt az utolsó gesztus, amit a feleségeteknek vagy a páratoknak tettetek? WC után kézmosás, én tegnap kezet mostan is utána mentem oda hozzá, és ötödik, hogy na, valaki leszkerül a sapához, de most csipentettem össze tiszta kézzel a kis arcát két oldal. Látod, milyen igazi férfi? Hát ez... Ki lesz ma kedves a párhoz? Ki lesz ma kedves a párhoz, azt mondtad? Hát ez a baj. Hogy semmilyen gesztus nem gyakorolsz. Szerintem ez a romantikus. Hogy semmilyen gesztus nem gyakorolsz. Hogy most nem tudsz mondani egy olyat, amit csináltál. Tessék. De miért? Amikor indok nélkül éreztettétek na. Vele. Amikor egyszer csak megleptétek egy spontán dolgot. Tegnap nem szóltam neki, reggel. Három olyan dolog értem, hogy rohadtul idegesít. De ez gesztus értékű volt. Egy, elfogyott az ásványvíz, a pinyóba neki kellene lemenni értem, mert hogy ő is a legtöbb ásványvizet, nem hozott fel, nem szóltam neki. De föl is hoztál? Papírtörlő szintén elfogyott, azt is hoztam föl. Én raktam oda a helyére. A WC-öblítő szintén nála fogyott ki, azt is én cseréltem ki. És egyikért sem szól, egyiknél sem mondtam azt, hogy anya basszus, nem igaz, hogy mindig nálam fogy el, ugye? Persze, nyilván mindig nálam. Nálad fogyott el, cserélt ki te. Miért nem lehet ezt automatis? Nem voltam ilyen. Nem voltam ilyen nyers és durva és modortan, és egyébként jogosan felháborodott. De várj, ez tegnap volt? Tegnap. Hát akkor ő tegnap ünnepelte ezt a napot. Így van. Három dolgot nem mondtál el. Így van, három dolgot nem mondtam el, nagyon szavar. Egy romantikus férfi állat vagy, egy igazán a nőket a tenyereden hordozó, igazi romantikus vagy. Tehát elfogyott a budipapír vagy a készszőlő, nem volt ásványvíz a hűtőben, nem említetted meg, mi volt a harmadik? Készszőlő, ásványvíz és a WC-öblítő. És a WC-öblítő. De nem csak, hogy nem említette meg, hanem meg is csinálta. Megcsináltam. Hozott föl WC-öblítőt, a papírtörlőt és vizet. Na? Most de te tényleg mit akarsz, hogy még kedves is legyen? Vagy az ember vagy így szeretges? Most ha tényleg be akarjuk magunknak vallani, az utolsó olyan gesztus, amikor ok nélkül, mindenféle apropó nélkül csak kifejezted azt, hogy mit érzel iránt. Mert erre a nők egyébként vágynak. Ezt ennek a nők örülnek, nem mondják, de titkon örülnek. Most mondhatjuk, hogy egy szál virág, amik összeesett, amikor csak oda mentél, átölelted, és azt mondtad, hogy nélküled az életem. Mit tudom én, gubisivatag. Igen. Ma rájöttél a fenekére, és azt mondtad, nélküled az életemben végre megint lennének távlatok. Na például erre. Figyelj, na, de most, amikor rájutottél a fenekére, és azt mondtad, hogy mutathat nekem bármilyen nőt. Ez is évről évre nagyobb. Hát igaz, ilyen anyja, hogy mutathat nekem bármilyen nőt. Te vagy a legszebb. Na, ugye? Aha. Hogy elmaradnak na ezek a gesztusok. Na most ezt próbáld majd ki, jó? Hogy aha. Mutathatnak nekem bármilyen nőt, te vagy a legszebb. Úgy fölpofoznak, érted? De már miért pofoznának? Hát ezért? Hát, hogy bármilyen nőt látok az utcán, a tévében, mit tudom én, nekem akkor is te vagy a legszebb. Tehát hiába nézem meg őket, így van. Nekem te vagy az istennő. Szóval azt mondod, bármit mondasz, nem jó nekik semmi? Hát nem tudom. Az azért érdekes, hogy amit ugye a Jani megtett tegnap. Ez egyszerű hétköznapi dolgok. Igen, de hogy ez nem a klasszikus dicséret. Ez nem dicséret, semmi, de nem. Akkor te még nem ültél be reggel álmosan a sötét retyóra, és nyúltál oda a papírért, és görgetted meg az üres papírkarikát. Most nem a WC öblítő fogyott el? Vagy a papír fogyott el? Ez egy másik sztori. Azt már nem is mondtam. Ja. Vasárnapi zárvatartás, és nagyon megviselt a háztartásotokat. Minden elfogyott nálatok tegnap. Na, ugye? Hogy azért ez így nem könnyű. Jó. Nézzük meg, hogy valójában mire vágynak a nők, tessék. Igen, mert tapogatózunk. Tehát Jani szerint arra, hogy ugye kicseréljük a WC-öblítőt, te szerinted arra, hogy mondjunk szépeket. De lehet, hogy tök közhelyes dolgokra vágynak egyébként, hogyha leülsz velük este sorozatot nézni, nem tudom miért mindig mondom. Akkor ne kapcsold el. Akkor ne az legyen, hogy mondjuk a csaj neked mutatni akar egy sorozatot, a te feleséget, a barátnőt, és három perc múlva szájtátva, nyálcsorgatva, brutálisan alszol úgy, hogy a nő ott fekszik az ágyon, magára hagyva, és azt mondja, hogy na, hát ennyi. Összebújtunk, mint a vadmalacok. Nagyon letettük a gyerekeket, vagy még nincsenek gyerekek. Nagy sorozatnézés, esetleg a végén egy nagyon-nagyon forró, ölelkező, sírós, nevető szeretkezés. Mi történik? Alszik a pasi. És azon a sorozaton, amit te, mint nő ajánlottál. Az a legnagyobb sértés azon. Igen, és együtt kezdtétek, de mit tudom, elalszik. Vagy lehet, hogy örülne egyszer, hogy te ágyba vidd a reggelit? Nem tudom.
Nem vittem még nagyon ágyba reggelit. Hát ezért van vasárnap akkor a dolog, mert pont ráérnél. Jani tegnap ágyba vitte a reggelit. Várjál, hogy gondolkodj. Kiderül, hogy ő a legromantikusabb. Hogy gondolkodjam. Nem. Nem, nem szeret. Egyébként amúgy sem szereti, ha ágyba viszem a reggelit. Mert nem, azt mondtam, te nem szeretem, mert beborzsálsz. Este 8 órakor alszanak a gyerekek, nem igen? Alszanak. Kitöltesz egy jó pohár vörösbort, és megiszom. És megiszom. Hát ez oké, idáig meg vagyok. Oda mész, a kezébe nyomod, leülsz, mélyén a szemébe nézel, és azt mondod, te vagy a legjobb feleség. Én már nem bírom megint le, old már, nem akarom visszaöntöni az üveg. Igen, a szemébenézés azt mondod, kivette ezt a szart. De vagy a legjobb feleség. És anyád de... szerint ez ajándék, ez inkább sértés. Marikáikról kaptunk, soha többet ne hívjuk meg őket vendégségbe. Mi férfiak szerintem azt gondoljuk, hogy a nők nagy dolgokra vágynak. Hogy brutálisan nagy gesztusokat, nagy ajándékokat vegyünk nekik, ami persze nyilván így is van részben. De lehet, hogy hétköznapi egyszerű dolgokkal hétköznapi. Is beérik. És nem vágynak túl sokra, és azért nem merünk keveset adni, mert azt gondoljuk, hogy az nem elég, nem lehet? Figyeljetek, én a virágosok üzletet például nem akarom rontani, de én nem hiszem el azt, illetve persze örülnek neki. De szerintem túlságosan kézenfekvő, meg közhelyszerű az, hogy hazállítasz egy csokor virággal, vagy bármi más. De ezt a férfiak gondolják így. Ez a te magyarázatod arra, a nyomorúságos magyarázatod arra, hogy soha nem veszel virágot. Ez az ideológia. Meglepetés. Hogy a garázs mögött egy eldugott kis sarokba nevelgettél, mit tudom én, hónapon keresztül egy csillagtököt. És így beviszed neki, hogy ez csak neked. Ez mind. Ez a csillagtök. Piacról van? Nem. A garázs mögött neveltem. Ez mind arról szól, hogy sivár a lelked, nem nőnek benne virágok. És arról szól, hogy hogyan ideologizáld meg azt, hogy miért ne vegyél virágot. És az ideológiád, amit támasztottál, az az, hogy úgyse örül neki, mert az közhelyszerű. Próbáld egyszer ki, vigyél haza virágot. Jó, te mikor vittél? Születésnapjára. De már. Jó. De meg kell várnom halottak napját. Akkor... Ja. Én most jó vagyok. Ja. Én most gyerekek, én most azért vagyok ennyire nagy szájú egyébként. Ezt mert én most nagyon jó vagyok. Te ezt miattak csinálták ezt az új igen, ha nem kérdeztél volna be, akkor az lett volna, hogy előbb-utóbb Balázs előjött volna az, hogy ne. Jó, akkor kérdezzük meg Vikit, hogy mikor vettem neki virágot. Ne. Az lett volna fél előtt a hírek előtt. Engem már meg sem kérdeztek? Igen. Nem, én most azért tudlak benneteket ennyire ostorozni, mert nagyon jó vagyok. Csütörtökön, úristen, add uram, hogy 17-e csütörtökre esett. Hogy csütörtökön volt a születésnapja, és én most nagyon kitettem magam. Ja. És azért vállalom föl nagyon ezt a nemzetközi értékeld a feleséged napot, mert most nem tudtok belém kötni. De akkor egész hétvégén a tenyereden hordoztam. Meglepetésbulit szerveztem neki. Ne. Meglepetés vacsira vitte én. Te szerveztél meglepetés bulit? Meglepetés vacsorát szerveztem neki. Csak az emberi bökél rá valamire. Songuku pizza, ez az, tiéd! Megrendeljük! Na, már... Két plusz feltét, amit akarsz. Nem. Nagy kóla. Nem, a mi meglepetés vacsi nem ilyen volt. Elvittem, és ő azt hitte, hogy csak a Benivel és vele megyünk együtt hárman vacsorázni. És két hete szerveztem, nem buktatott le egyik rokon, barát, se senki. Majdnem. Igen. Mindegy. Pedig jó lett volna. Viki, te jössz hova? A meglepetés bulidra. Ja. Ott voltak a barátok, megtörtént, nagyon örült, és másnap azt mondtam neki, délután 1:30-ra legyél otthon. Mire azt mondta, minden nap otthon vagyok, te hülye két gyerekünk van. Hol lenne? 1:30-ra legyél otthon, és másnap, mikor még este megkapta a szülinapi ajándékot, elvittem lőni. De lőni akart, igen, lőni akart. Igazi és elvittem nőies. Lőni ki akarta próbálni, már régóta szeretett volna lőni, és elvittem lőni. Tehát meglepetés vacsi volt. Másnap 1:30-ra otthon kellett lennie, nem sejtette, hogy hova vissza beültettem a kocsiba, és azt mondtam, hogy indulunk. Na. Megyünk. Elindultunk. Elvittem lőni. És nem hazudtál. És nem tényleg hazudtam, indult, tényleg elindultunk. Úgyhogy gyerekek, ez a téma rólam szól. Ez a téma én vagyok. Hogy elmentünk lőni, elvittem. Fogd meg a magnum nyelé. Tesz! Az igazi. Süsd el. Ne úgy. Elsütötte, és ott hagytam az oktatóra, és csak lőttek, úgyhogy
Úgyhogy jó volt, de hát láttátok, ez a baj, hogy 2-3-at tudok egyszerre mondani, ti pedig ülünk, és egyet nem tudtok mondani se, hogy mit adtatok. Nézzük az SMS-eket, nagyon sok hallgatunk, női hallgatóink itt. Takarítsa ki néha a macskája után az alomtálat, ismerkedjen meg a mosogató szivacsal, biztos jól kijönnének. Látjátok? Látod? Tehát nem csak a romantika dominál. Hétköznapira húzzál egyet. Én Zsoltinak, a páromnak üzenném, hogy szeretném, ha megbecsülni az otthoni munkámat, és ha megkérem valamire, akkor legyen kedves, csinálja meg, segítse az életem, ennyi az egész, Anita volt. Tehát hétköznapi megint. Én már annak is örülnék, ha nem fingan az asztalnál, ami után úgy röhög, hogy kiesik a kaja a szájából. Micsoda férfi. Atyaisten, szegény orsi. Hétköznapi dolog, ugye? Igen. Főzzön magának egy rohadt kávét. Jött ez is SMS. Ha legalább hétvégén egyik nap ő csinálna az esti fürdetést, meseolvasást, üdvrita. Gyerekek, az összes SMS-t kimásolom és hazaviszem. Mert ezt te megcsinálod, ugye? Ezeket vigyük haza. Hogy máshogy nézzenek ránk asszonyaink. Így van, én is Rita azt írja, hogy legalább a hétvégén ő csinálná az esti fürdetést. Hát ezt én kiviszem. Minden nap. Te vagy mi? Akkora cumi. Mondom én. De, ha utána véletlen forró a víz, akkor még le is vagy szúrva. Hány évet csinálod már? És elrontod? Igen. Tehát véletlenül még valami 10 év fürdetés után rosszul csinálsz, akkor még azért nagyon elő vagy szedve. Le akarod forrázni? Azt akarod, hogy megfelszol? De hát még engedtem volna hozzá ideget. Így beláttad volna a gyereket. De már 6 éve fürdetés. Tudsz te a fürdetéstől. Legalább hétvégén igen, az egyik nap ő csinálja a fürdetést. Már az is elég lenne. Takarodjál és indítsd el a mosogatógépbe. Többet simogasson engem, mint a motorját. Lilla írta nekem. Ez hova írja? Ez már ünnepi? Ez már inkább a romantikus. Egy romcsi. Igen. Drágám, vigyél el végre bevásárolni, mert ha nem, hamarosan úgy járunk, mint Jani, tekergethetjük az üres WC papír gurigát. Puszi Márti. Aztán nekem az életem legszebb mondata a páromtól egy hétköznap este, majd én elmosogatok. Édesem, te csak menj, feküdj le. Tényleg így? Húzd be a romantikus oldalra. 10 éve vagyunk együtt a férjemmel, mindig is vágytam arra, hogy egyszer futárszolgálattal küldjön nekem virágot, ezt mondtam is neki, azóta is várom. Na, ez romcsi. Ez romantikus. És hát, ha a futár jóképű, akkor? Akkor meg pláne. Egy napig minden pisilés után mosson kezet. Klári küldte neki. Egy nap, nem sok, légy. A 365-ből egyszer mossál már kezet. Az én párom tegnap egyedül készítette a körtebefőttet, mert 38 hetes kismama vagyok, és én már nem tudtam volna. Nekem ez mindennél többet él. Márti. A romantikus oldalra beúszhatott, bár ugye ezt megtette. Apa vegyen egy finom vörös bort, készítsen egy hangulatos zeneválogatást, engedjen egy kád illatos forróvizet, majd vigye el a gyereket sétálni 3 órára, hogy ezeket nyugodtan élvezhessem. Zsuzsi. Romantikus oldalra húzani? Hát, igen, de ez egy önző kérés. Nem. Hát a kérés hát, arról szól, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz. Ha az, hogy vigyél a gyereket és menjen el, hát akkor az belefér. Hát ez most a nőről szól, csak ő akkor kérhet. Nem kíváncsi rád a te életed párja, csak menjél már el itthonról a gyerekkel együtt. Én boldog lennék, ha életem párja egyszer azt mondaná, hogy egészségedre, csit helyett, mikor tűzszentek. Ezért a bőrtáskáért már 3 éve könyörgök. Virágot vegyen magának. Betty küldte nekünk. 2 napig képes lenne a számítógépes játéka helyett legalább egy közös sorozat nézésre, írja Noémi. Tudod, azért itt van baj sok helyen. Romcsi. Tegnap 28-szor mondtam a páromnak, hogy milyen szép és mennyire szeretem, de egyszer sem hitte el, és a végén megjegyezte, hogy bevágtam a fejem. Egy férfi hallgatónk írtam. Én annak örülnék, ha a párom nem tetriszezne a mosatlan edényeken, hanem elmosogatná őket csak egyszer. Puszi, Adrus. Én annak örülnék, ha a férjem nem a cipőjén kihajtogatva tárolná a még felhasználható zokniát. Ezt Kriszti küldte nekünk. Ez itt a Best of Morning Show. Hihetetlen. Hogy jó napot kívánok mindenkinek, jó reggelt! Bátasszék, Morjos tölgye, kérem szépen az európai évfája lehet, jól lenyomtuk a cseheket, a lengyeleket, a szlovákokat, az íreket, a mindenkit. Tessék! Hát és akkor adjuk meg a hódját, kérlek szépen! Remélem kölyök pesgő! Természetesen! Jézusom, a legalja! Akkor mentes, figyeljetek! Azt mondja, hogy megmarad még karácsonyra! Kérek szépen! 2000 szavazattal! Nyert a bolyhostöny! A bolyhostöny! Még egy pohárral! Na, ezt mondja, hogy...
Ami maradt. János pezsgőt tölt közben. Ó, te ne, ha a legsorosabbat, mert nincs benne alkohol, akkor. Igen, a bátaszéki bolyhos tölt. Ez az, János! Egészségetekre! Így van, istenetes a sokáig a bolyhos tölgyet! Rögzítettem videóra ezt a kis kocsit, felrakjuk az Instagram, felrakjuk az Instagramra, már amennyit az Insta enged. Én is olvastam, este mondom, ezt ma az orrod alá dörgőjük kora hajnalban. Kézzel, de sem a Kokó küldte el egyébként, ülök a vacsora asztalán, 8 órakor a kis családdal, békében vacsorázunk, erre jön egy SMS, hogy Kokó, mondom, mit a Kokó nem szokott nekem, erre elküldi nekem sok-sok felkiáltó jelen, mondom, miért érdekelt ebben, volt egy szakmai pont. Igen, milyen kedves a Kokótól, hogy pont annak küldi el, aki a legjobban szurkolt, érdedik. Ebben irónia volt szerintem, ezt értettem, mondom, ebből beszarok, majd így visszaírtam neki. A Jani kicsinált vele, de igaza lett meg, mert ezt írtam vissza. Figyelj, és kapom este az SMS-t, nézem, mondom, mit akar. Nézd azt, hogy nyert a bolyos. Úgy, ahogy van, másolás tudod be, tovább küldés, Jani, 72 ezer szavazat, tehát én sírtam rajta, mondom, nem hiszem el, hogy de holnap, mondom, ja, és akkor írtam még a Janinak egy SMS-t, hogy írt a Jani is, hogy úristen, sírok, meg jaj, de jön, meg nem tudom, én meg azt mondom, hogy ezt írtad? Igen, Istenem, sikerült sírozott, meg visszaírtam, úristen, mennyire fogom én ezt unni holnap. És ott már írta Jani, hogy vízpesgőt, azt hittem, csak hülyőzd, de akkor tényleg. Úgy megnéztelek volna este, hogy átöröd a családot, mert hát, csináltuk. Így van, megnyertük, és rámertünk a csehekre mindenkire, tehát a magyar internetes közösség és a mi hallgatói nagyon aktívak. Azért hát picit sikert tulajdonítsunk annak, hogy azért itt egy 3 hónapos kampánysorozat volt. Még az is nyomott kettőt, aki sose hallgat minket, és nem akar. Hagyja már abba. Igen, valószínűleg a cseh rádió műsorok nem álltak a saját fájuk mellé, és egyszerűen ez hozzásegítette. Elszongyolottak szerintem, mert hogy Bátaszék a Molyhos tölgye, ugye 2-3 ezer szavazat le volt éppen maradva a csehek mögött, amikor mi beszálltunk egy picit így a kampányolásba. És akkor onnantól kezdve annyira megindult a dolog, hogy szerintem a cseh barátaink egy kicsit így akkor nincs így már kedvünk nekünk megnyerni. De nagyon korrekt, hogy nem vettek föl valakit, aki meghekkeli, hogy nem internetkávézóba küldtek magunkra, még egyébként nincs annyi akkora súlya azért egyszer, nem arról szól, hogy most hol rendezzenek olimpiát. Igen. De most egy jó IT is azért ezt 10 000 e-mail címről simán beküldi, úgyhogy egyszer csak hirtelen megnőnek a csehek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon korrekten intézték ezt. Főleg, hogyha tudják majd, hogy mennyi pénzt lehet vele kasszálni, mert a győztes fa támogatási összege 560 euró. Ez úgy van, hogy adományokból beérkező adományoknak, támogatói adományoknak egy bizonyos százalékát adják oda a nyertesnek, hát ez most ebben az esetben 560 euró. Én kiegészítem 600-ra. Jó, nagy vonalú vagy, egy 40 euróval? Igen, de csak akkor hát is beszálltok. A francs, a te projekted. Engem ne láts magaddal. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A NASA azt mondja, és a cikk az érdekes, el lehet rajta gondolkodni, hogy mi lenne velünk, ha ez valóban megtörténne. Ugye a NASA mindig kijelent dolgokat, ijeszgetnek bennünket, mondanak, de aztán sose bizonyítanak semmit, csak mindig rémizgetik az embereket, ezzel adják. Az emberek tudják, hogy még mindig léteznek, hogy vannak, és hogy a költségvetési pénzek jó helyre mennek. Igen, pont ezt akartam, hogy ezzel adják az amerikai költségvetés. Igen, tudtára, hogy kell nekik egy kis plusz bevétel. Ők most azt mondták, és annak az esélyét kezdték el latolgatni, számolgatni, hogy mi történne egy óriási napkitörés alkalmával, és azt mondják, hogy ha ez megtörténik, akkor az a sötét középkorba küldhetne bennünket vissza. Ugyanis egy hatalmas erejű geomágneses vihar hónapokra, sőt akár évekre is kiüthetné a Föld kommunikációs rendszereit, és mindent, ami ezzel jár. Valószínűleg mi nem sérülnénk meg, de azt boncolgatja a cikk, hogy milyen hatással lenne ez a hatalmas vihar a technológiánkra, és arra jutottak, hogy egyébként nem tudják megtippelni. Tehát mondtak megint valamit, nem tudják, hogy mi lenne még egyszer. Tehát, hogy arra következtetésre jutottak, hogy fogalmuk sincsen. Igen. Hogy valószínűleg egy picit, igen, tehát hogy valószínűleg egy picit, de nem biztos. Érted? Tehát, hogy elindulsz, és azonnal vissza. De ugye volt egy sajtótájékoztató, ami kapcsolódott ehhez, aminek végén ezt kijelentették. Tehát a válaszunk, fogalmuk sincs. Oké. Na nézzük meg akkor, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Jó? Szombat reggel te fölkelsz 7 óra, akkor éjszaka megtörtént a napkitörés. Mi az első jelenből észrevezett, hogy baj van? Hát éjszaka nem lett napkitörés, ne?
Amúgy a fájdal, de jó vagy. Este 6-kor. Egyszer csak elsötétedik az a nagy csillag ott az égen. Oké, reggel fölkelek, tessék. Én nem kapcsolom be este a tévét, nekem a NASA nem tud szólni. Otthon fekszem, reggel felkelek. Miből veszem észre, hogy megtörtént a NASA által jósolt napkitörés? Hát, mi az első jel? Hát két dolog van, mert ugye be magad mellett nyúlsz először, ez a wiki. Itt a telefon, jó van. Wiki is megvan, wifi is megvan, okay, ez jó, már egy jó igen. Nap. Wiki, wifi, nekem rossz a napom nem lehet. Felemeled a telefon, és semmi. Nincs semmi. Zéro. És nyilván azt hiszed első körben, hogy megint elfelejtetted feltölteni. Tehát nem kiüti a telefonokat. Igen, akkor onnantól kezdve még szerintem jön 5 perc. Valószínűleg az van, hogy nem oltott fel a lámpát, vagy nem... A telefonodat maga nem fog lemerülni, tudod, mi lesz? Csak az lesz. Nem lesz PCD-d, és 3G-d. És észre se fogod még venni először, mert ki a franc nézi meg, mert az órát nézed meg rajta, hogy kiszolgáló nem található. Uh-huh. Igen, csak eltűnik. Mert az áram az még tegnap este óta megvan, tehát még nem esik le a dolog. Oké, igen. Na jó, vigyük tovább a történetet, nem esik le a dolog. Oké. Viki, mondom, nézd meg a telefonodat, Feri szólsz békán. Vikinek sem működik. Tehát ott vagytok telefon nélkül egy lakásban. Áram nincs. Nincs áram. Áram nincs. Nincs áramod? De persze, de ugye világosságot nem csinálsz, mert nem akarod felébreszteni a gyereket. Oké, de világos van. Mondjuk világos van, nem biztos, hogy egyből lámpát oltasz, mondjuk felhúzod a redőnyt, ha elektromos, nem megy föl a redőnyt, tehát rájössz valamiből. Ezzel már meg se lepő. Viki, így már megint az rohadt szerelőt a rohadt életben, már megint nem csináltam meg a redőnyt. Nem működik itt semmi. Oké. Az év házam. Gyanús a dolog, mert nincs telefon. Nem tudunk itt fölhívni. Azt mondom, akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történt. Nincs tévé. Hát nincs, sőt áram nincs, sincs, tehát semmi. Már ugye készülék maga nem működik. Semmi. Hogy jut el az információ hozzád, hogy napkitörés történt? Ott van a szomszédod, aki szintén nem tud telefonálni, ott de van a szomszédod, akinek szintén most se hiszed el. Még most se hiszed el, mert azt mondod, hogy na, a Laciék a rohadt öntözőn, én átvágtam. Megritjáztak a kertbe. Összeveszem a Viki, hogy nem fizette be a tévó számlát. A rohadt életért nem lehet odafigyelni, igen. Hogy nem tudok reggel teniszt nézni, de tényleg komolyan mondom. Mondjam, ki befizette. Egy-egy csúszással a bulfőn még elfogadtál. Igen. Oké, kimegyek a kertbe, minden rendben van, csiripelnek a madarak. Nem látod a napkitörés nyomait, uh-huh. Semmi nincs. Így van. Viszont az előkertben van egy műhold. Igen. Mi azok a lesznek, vagy mi? Igen, a fejed felett elhúz az űrállomás. Tehát azért érdekes ez a dolog, ha az ember kicsit belegondol, mert innentől kezdve viszont az információ se tud eljutni hozzá. Azt mondod, följöv anyámat. Nem tudod. Jó, akkor mit tudom én, akkor megpróbáljuk interneten megnézni, hogy mi történt, nem nincs tudod. Internet. Tehát egyszer csak elvágnak a világtól teljesen? Ott vagytok a kis... nem tudom, lakóövezetedben, ahol persze. Emberek állnak az utcán, de és tanácskoznak, hogy mi történt. Autóval, tehát, hogy az biztos, hogy elindulsz autóval, és hát furcsálod, hogy nincsen közvilágítás. Úgy emlékeztet, hogy sokkal jobban megy az önkormányzatnak. Közben nálam következő mondta... meglepetés, bocsi, lóval megy dolgot. De nem megy dolgot, nem írvasznak, mert hiszen nincs rádió. Bocsi, fordulj meg! Elcsacsigol melletted, bocsi. Fordulj meg, Gábor, rossz felül. Oké, elindulok autóval, de hova megyek? Hát mondjuk otthon nem működik tudom. Semmi. Elkezdek szerelő után telefon, legyen áram, legyen meleg, ha mondjuk hideg van. Nem telefonálsz, hiszen nincs telefon. Nem telefonálok. Kezd leolvadni a hűtőt. Rájössz, hogy nincs annyi kaja, amivel túlélhetsz akár egy hetet is. Ugye? De hát egy érdekes a dolog alapjában, ez mondjuk valójában megtörténik. Kezd leolvadni a hűtőt. Folyik a vized, ugye a hűtőn, még mindig nincs telefonod, nem tudsz szerelőt hozni. Le tudok menni gyorsan a boltba venni valamit. Hát nem nyitják ki a boltot. Bár ott már nem működik az elektromos kasza, ott már zárva mindenben, nincs világítás. Itt már anarchia, te már egy féltéglával betörtem. Én már egy plazma tévét elhoztam a keravírba. Az a biztos. Eleve nem fér. Egy kenyérsütő és egy plazma tévé Barinak már benn van a csomagtartójában. Eleve nem fér be az ületbe a navosoktól, mert hogy ott vannak, mert nem kapnak információt a bolt forgalmáról, ezért kiküldték őket. De ha nem működik az elektronika, akkor nem tudom megindítani az automat. De hát tudom indítani. Robbanó motor, nem szedte szét, nem az. Hogy valami kapott egy nagyobb lökést, tessék? Elektromos, hát a kompjúteredet, a számítógépeidet, tehát beülök az autóban, nem tudom elindítani. Ugye? Jogos. Hát mondjuk, kinek milyen autója van, nem? Tehát János, te... nem, a számítógép nincs benne, légzsák sincs benne. Elevegye megkezdődött, én lakunk, és a lendület szok általában berúgni. Ugye, tehát baromi érdekes a dolog, ha ez valójában megtörténik, hogy hirtelen, amit természetesnek veszel, az onnantól kezdve kikerül az irányításodról, és megbénulsz. És nincs az, hogy fölhívom a Ferit, hogy mondjam el, mi van, vagy bekapcsolom a tévét. Semmi. Nincs infót, csak állsz hülyén, totálisan elválva a világtól, hogy na most mi a fene van. Nem tudsz átmenni anyádékhoz. Nem tudsz átmenni, nem tudod őket felhívni. Semmit. Nem tudsz róla semmit, kocsival sem tudsz menni, tehát
leveszed a bringát, de itt jön, hogy még tavaly úgy tetted el, hogy mind a két defektes. Igen. Nem mondom, hogy odaadtam, hogy a belső egyetlen vastag gumicsíkában a közös száradva benn. Odaadtam a Viki húgának a bringámat, tehát felpatanok a gyerek bringájára. És hova megyek? Legurulok a központba, és megkérdezem, hogy gyerekek, tud-e valaki valamit? De nem tud senki semmit. Tehát az, hogy természetesen te a internetedet megnézed, a telefont, és elolvasod, hogy mi történt Európában, még hétvégét így indítom, hogy megnyitom, mint az Indexet, elolvasod, hogy lemaradtál valamiről éjszaka. Meg eleve fingod nincs, hogy mi történt. Bemész ugye az önkormányzathoz, eleve egy csomó ideig nem kapsz információt, mert mindenki közös képet akar csináltatni vele. Igen. Gyerekek, nem sokára megdöglünk, nem működik senki, mindenki fotózkodtok. 40. közös kép, jó. Oké, aki ért az utcában ahhoz, hogy ez mi lehet, az megfejtés, így indul el a hír. Úgy térünk vissza a középkorba, hogy Péter már nyomoz. Elindul egy ilyen szájról szájra történő dolog, tehát úgy kígyóson, te nem tudod, mi van az anyáddal. Nem tudsz neki üzenni, azt sem tudod, hogy jól van-e. Ez milyen érdekes, nem? Semmi. A bizonytalanság maga. És mondjuk oda elbringázni, azért két nap az csak kellene hozzá. Hát nálunk a sógorom a leggyakorlatilasabb ember a családban, ha ő nem tud semmit, akkor kezdünk el pánikba esni. Amit nem tud megoldani, az nincs. Ha ő nem tudja a magyarázatot, akkor tényleg akkor nincs, akkor nem működik. Akkor gyakorlatilag nem lesz, akkor eshetünk pánikba, akkor vége a világnak. Ez szerintem marom érdekes egyébként, hogy ez egyszer csak fölkelsz, és minden, amit megszoktál, és amihez nyúlsz, és amivel körbeveszed magad, mint nem mint luxus, hanem egyszer mint komfort dolgok, ugye? Tehát egy hűtőszekrény, egy fürdés, a melegvíz, a gázboiler, hát azért ezek a legtöbb helyen, ugye megtaláltok, ezek egyszer csak eltűnnek az életedből. De nem lesz víz se egy idő után. Mit csinálsz? Elkezdesz gyűjteni hordóban, vízenek nem működik. Így van. Nem lesz kenyér a boltban, ugye nincs, ami szállítsa, nincs, aki megsüsse. Az elektromos gyújtású tűzhelyet nem tudod begyújtani. Hogyha mondjuk modernebb a konyhát, például 1 millió forintos, ugye? Államkonyhát lehet nyerni. De azt mondod, hogy igen. Hogy küldik el a baliék, hiszen már nincs fogászolgálat. Rohadjanak meg, hogy nem egy héttel előbb játszották. Na, és innentek ez, hogy bringával felfedezed, hogy mi történik, majd ott vagy tényleg két gyerekkel, három gyerekkel, egy teli hűtővel, semmi mással. Ennyi. Igen. Uh-huh. Bármilyen információt meg akarsz osztani az otthoniakkal, nem tudod, mert akkor haza kell tekerned. Érted? Te eltekersz valahogy 10 kilométert, vagy 20 kilométert, utána megint ugyanennyit visszatekersz. Basszus, valamit mondanom kell Vikinek. Igen. Ez egy érdekes felvetés. Mit is mondod? Nincs tél szója van, tej. Szója vagy mandula? Rohadtél. Viszont mind a kettőnél. Ma már 130 kilométert tekertem, de például nem. Pénzed sincsen, ha nem tartasz otthon pénzt, mert mondjuk bankban van a pénzed, bankkártyával szoktál fizetni. Semmi. Nem tudsz kivenni pénzt, tehát az sincs meg, hogy még a maradékot elszaladsz a boltba és fölvásárolod. Jó, hát hazahúzol egy ATM-et, érted? Ha mondjuk teljesítmény az autó, nyilván megoldod. De nem tudod beindítani az autódat. Hát nem indul a kocsid. Nem tudod beindítani az autódat. Tehát egy pillanat alatt, ha ez valójában megtörténik, és a NASA is ezt mondja, hogy elvileg megtörtént, nem tudják, hogy meg fog-e történni. Volt már olyan geomágneses vihar, ami érintette a Föld terét, légkörét, de hogy igazából nagyobb bajt nem okozott. De ez megtörténik, azt mondja, hogy sötét középkor. Egy pillanat alatt. Hát gyakorlatilag azok, akik viszont tanyán élnek jelenleg, semmi nem változik. Egy ideig ők gyakorlatilag ellesznek, mert nekik mindenük megvan. Hát igen, de gondold el, igen, nekik persze mindenük megvan, megtermelik, de nekünk nem, és akkor mi van a GPS-ekkel, a légi közlekedéssel, tehát egyszer csak elkezdenek, már nagyon sok sorozatban, filmen láttunk, lepotyognak a gépek, nem? Nem nincs kommunikáció. Nem tudsz navigálni se. Szóval ez egy érdekes dolog. Tételezzük jó, honnan föl, mondjuk, hogy a repülőgép ugye nem áll le. Bár akkor az elektromos tudsz miatt az is lehet. De mondjuk kézi vezérléssel még lehet, hogy valahogy lehozod. Régi robbanómotoros gépek azok ugyanúgy mennek tovább, tehát hogy ott nem. Miért nem? Elektromos gyújtás azért meg hát nagyon kevés. Azok lepotyognak. Azok lepotyognak. De még tételezzük fel, hogy nem. Hogy mész tovább? Nem látsz semmit, nincs térképet. Semmit nincs. Nincs érted GPS-et. Hát nektek nincs térképet, nekem van. De azt gondoltuk, hogy nektek a térképet jön a burhoz. Merre repüljünk, János? Már is nyitom. Itt vagyunk a Börzsöny között. Kész a kerekre. Jó, nézzük, mecsek térkép. Igen, mondjuk nálad mindenhol van egy térkép. Ez jó. Hát nem tudom, izgalmas, és reméljük, hogy nem történik meg. Hát élelmiszert addig tudnál szerezni, amíg az áruházakat ki nem fosztanál. De hát, hogyha egy átlagos, mit tudom én, egy átlagos aranyvasárnapon vagy ezüstvasárnapon egyébként 2 perc alatt kirabolnak minden áruházat, akkor te hogy fogsz szerezni akkor, amikor az emberek igazán pánikban vannak esve?
Igen, hát elkezded lelőni a madarakat, elkezded lelőni a galambokat, elkezded megenni a magvakat, tehát te ellopod a szomszéd kecskéjét, megeszed a macskát, amit nem akartál eddig megenni, látod a kóborkutyát, megfogod, hát eljutnánk egyébként egy pillanat alatt ide. Tudnátok verekedni, mondjuk be kéne menni egy áruházba, mindenki rohan be, nincs kontroll, nincs kasszás, nincs biztonsági őr, elsodorták, és vinned kell a gyereknek, kaját képes lennél arra, hogy menjél, és ott mirel itt el egy páros kukoricával, és két csemege uborkával iszonyatosan bunyozzál? Igen. Ugye, hogy az ember megtenné? Nagy lenne. Jó pofa lenne, nem? De hát a jó pofa nem biztos, hogy találom. Tehát én tudom, hogy a jó pofa a találom szó. Meg egy üveg tabaszkó szószért. Gyerek ugye nem szereti annyira, de... Neked mi jutott? Egy budipapír és egy domászó. Arról hát így jön. Mertek vissza. Adj egy kukorica konzervet. És akkor elindulna, hogy igen, hogy mi az, ami érték. Érték lenne a cukor, érték lenne a liszt, teljesen értéktelen lenne az autó. Ugye? Tehát drága, nyugati 100 millió, 20 milliós, 10 milliós autók állnának az úton, senkit nem érdekel, mert működésképtelen. Tehát minden, ami természetes, az hirtelen... Kit amikor van egy zsák krumpli? Igen. Tehát ezt a délszláv háborúban mondták, igen, hogy először ugye eladták az autót, aztán eladták a nem tudom mit, és a legnagyobb érték utána már az lett, hogy mit tudom én, egy fél kiló liszt, vagy egy kiló kenyér, vagy egy fél kiló krumpli. Arany árban volt igazából, mert az volt már utána a legnagyobb érték. Se a pénzeddel nem tudtál mit csinálni, se az autód, semmivel, mert nem számított. Tehát van egy halom készpénzed, nem tudod hol elkölteni. És mit közölne az ORFK, írja egy hallgató, a legszebb, a Véda továbbra is üzemel. Csapataink hatalmas. Külön agregátor van. Mindenkinek hozzá. Felhívjuk a lakosság figyelmét, továbbra is közlekedjen szabályosan, a Véda természetesen üzemel. Három közül ki lenne? Tehát három közül az, hogy én döglenék meg legelőször. Ketten ti jól bírnátok, egyrészt Ferinek vannak tartalékai, mind az erkélye, mind a spejzben. Arany tartalékai. Te meg egy ilyen manó vagy, akivel egy kicsit élveznéd is, kimenni lándzsát hegyezni a kis svájci biskáddal. Kergetnéd ott az őzeket, kicsit ott nyársalnál. Tehát te egy ideig ellennél, szerintem először én dobnám fel a pacsket. Nem, én életben tartanálak, és mindenek magammal egy ilyen kis forrással. Ez lenne a bosszú, tudod. Vadásznál sütnéd, írtozatosan imádnád, hogy végre visszatértél az erdőbe. Táblát raknék a nyakadba a közös kép Balázsral, 4 kiló krumpli. Ott ülnék egy ilyen kalodába, tudod. Egy marék cukor. És én gyerekek, mint régen a medve táncoltatok. Én elszegődnék vadászok mellé csalina. Tehát, hogy majd én tudod, futok előttük. Igen. Tehát, hogy tudjátok, mint amikor ilyen komolyabb ragadozó állatokat le akarnak vadászni, akkor kikötnek, hogy póznához egy kecskét, mondjuk, és akkor előbb-utóbb előjön. Igen, és akkor én meg ott vagyok. Nem mondom, hogy bégetnék, vagy ilyesmi, de hogy ott ki... De például egy jó Lajost. Egy bagzó macskát. Jól hozott a bagzó macskát. Azt írja egy hallgató, új kígyóson kezdődne a Walking Dead új évada. Hát mindenhol kezdődne, nem csak új kígyóson. Tehát ez a szemed szemért fogad fogért, az erősebb győz és életben marad. Valószínű, hogy anarchia lenne egyébként. Hát igen, de hát az anarchia mondjuk akkor tör neki, amikor nyelmünk neki a kocsma új kígyóson. Tehát, hogy először az lenne. Mindenkinek van annyi pálinkája otthon, ami hosszú évekre elég. A tartalékok bezárkoznak. Pár éve elektroböjtöt tartottunk otthon, délután 4-től másnap reggelig. Durva tanulság volt ez a kis idő. Azért ajánlom mindenkinek, hogy egyszer kipróbálhassa. Elektroböjt. Ez miért? Leolvastad a mélyhűtőt? Leolvastad a hűtőt, és nincs wifi? Gondolom, kimész, lenyomod. Jó, azért legyünk észre, hogy délután 4-től másnap reggelig azért. Valahogy ki lehet lenyomra, ne? Most már egy kapcsolat vissza, rohadt éhes vagyok. Szóval azért az nem egy akkora időintervallum. Szóval, hogy miből csinálunk meleget? Igen, ez is egy érdekes kérdés, ugye? Tehát elkezded eltüzelni a tujákat, mondjuk azt nálam csak az életemben keresztül, tehát nálam előbb vágod ki a mogyorófát, tölgyfát, bár a tujáimhoz senki nem nyúl. Ha kell éjjeli őrt állok, az a tujáimhoz nem nyúlhat senki. Mész az erdőbe guberálni a letört faágakat, ami száraz és elég. Igen, és akkor kifejezetten várod azokat a, hogy hívják azokat a molyokat, amik amúgy pusztítják a tujáidat, mert akkor van fehérjéd. Igen. Jaj, igen, fincses molyoska. Jaj, igen. Jó, de te milyen jogkövető vagy, hogy te még akkor is csak a letört ágakat szeded össze, hát, mi jó. Nem gondolom. Kettő darab motoros fűrészsel úgy esem neki a tatai öregfának. Nem eshetsz, mert zöld. Igen. Basszus, elveszti az értékét. Hát, gyönyörű fa volt. Nem tud mit csinálni. Vagy fogod a fűrészt és fűrészelsz. Te még akkor is gajakat szedsz a földről. Hát persze, mert ez az igazán jó. Mert a zöld az nem ég úgy. Érted? A friss fa. Így van. Igen. Ne érdekes ezen elgondolkodni, igen. Aztán a másik a vadászat. Hát ott még gyerekek, azért az is izgalmas lenne. Ugye? Mm.
Tehát mindenféle előképzettség nélkül, nekem mondjuk van nyilam. Ott mozog! Hülye combon lőttél, te állat! Te barom, ez én vagyok. Ez én vagyok. Nekem van nyilam. Tehát mondjuk vadászni tudnátok velem jönni. Aha. Tehát van valamiféle minimális előképzettség, mert jártam íjászkodni. Uh-huh. Tehát azt én intézném, hogy oké, ti csináljátok meg otthon az otthon melegét, hozom a nyestet, a pockot, a nyulat. A pockot, az űrgét. Mindent, amit le tudok lőni. Hát tudok íjászkodni. Tehát az előny. Meg mindent, amit megismersz. Na, meg azért el tudom kezdeni, hogy amikor már picit már unnák otthon, amikor hetente háromszor macskát hozol. Macska, úristen. Macska vadasan. Most ennek megörültem egyébként, hogy nem vagyok teljesen értéktelen. Ugye, hogy egy olyan pontot találtunk, amiben jó vagy. Tehát eltűnne a rádió és a tévé, ugye, ami a munkámat képezte az elmúlt 20 évben, de hogy találtam most egy olyat, amiben azért jó vagyok. Bali a vadász. A megye vadásza. A megye. Az utca vadásza. Oké, itt vannak a családok, én elmegyek, elviszem a férfiakat és vadászunk. És én mennék elő. És hova mennél? Csak kérdezem, nem menne sehova, Feri, ő lenne az Érdvúdi erdő hőse. Érdvúdi. Igen. És mit látna Viki 3 óra múlva, hogy a sarkon a haverom fejéről almát lövögetek? Te hülye, meg már el van. Ezt az almát még tett fel a fejedre, hidd el, hogy le tudom. Így van. És most ugyanezt, hát a... El tudom állítani a vérzést, el tudom. Mit a mondani akartál volna, hogy hagyj meg, na jó, de ezért te belejt azért hívogatnánk a Bucit, hogy bocsánatot kérjünk tőle, nem? Annyiszor megmartunk, Buci, de figyelj, elmehetnénk feled egy cserkedés. Csak a Buci, lőjél meg valami. Fél mókus lábat. Nagyon éhesek vagy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Egy internetes felmérésről kellene, hogy beszéljünk, mert kiderítették, méghozzá egy oldal, hogy a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor. És maga a felmérés nagyon érdekes, mert hogy összegyűjtötték ugyanolyan mondat és szavak egymás után fűzésének formájában azokat a kulcsmondatokat, kulcsszavakat, amin reggel a magyar veszekszik, mert hogy ez legalább azt mondják, hogy annyira nehéz, mint amikor ugye közeledik a karácsony, és a család már nem tudja elviselni egymást, illetve mindenki a teljesítő képességének a határán áll, jön a karácsony, mindent azt akarod, hogy szép legyen, és az egész család veszekszik. Elhúzson. Ha befaragtad, nem faragtad. Befaragtad, erdőt, nem faragtad, hol a fa, mondtad nálad van, stb. Meg, ezt megcsináltuk karácsonykor, és szenzációs mondatok jöttek egyébként hallgatóinktól. És most, hogy kijött ez a felmérés, arra gondoltunk, hogy kicsit belenézünk hallgatóink reggeleibe, hogy min megy a veszekedés. Ugye általában a család együtt ébred, és valahogy mindig késésben vagy, elindul egy nagy rohanás, ha gyerekek vannak, azért rohansz, mert nem akar fölöltözni, nem akar reggelizni, közben apa már indulna vinni a gyereket, de még nincsen becsomagolva, és elindul a veszekedés. Mi szerencsések vagyunk, nem vagyunk otthon reggel. Hát, nem? Nem tudom, mi ebből kimaradunk? Szerencse, de nem, igen, nem vagyunk bent. Hogy nem tudod, mennyire szerencsés, hogy érted? Hát nem tudom, hogy mennyire szerencsés, hogy a, nem. Mint hát ez annak tudod, hogy mi van otthon, nem? Hát ott beszéltek délután. Nehezen indult, nem akart elindulni, későn kellett, elaludt, rohanni kellett, soha nem akar elindulni. Tehát az ember nagyjából tudja, hogy mi van otthon, nem? De így igen. Ebben a formában. Én akkor is tudok ilyeneket csinálni, amikor nem együtt kelünk. Tehát például az, hogy minden nap tudod, hogy ha letennéd a kulcsodat egy bizonyos helyre, akkor nem kéne keresgélni másnap, és mondjuk én ezt egyedül tudom produkálni, hogy valahova leteszem a lakásban, és reggel azzal megy el 5 perc, hogy hova francba tetted a kulcsot. És megkérdezem a békát, aki szegény alszik. Nem láttad a kulcsomat, béka? Nem. Az ajtóban nézted már. És ezért ébreszted egyébként föl, és basztus tényleg az ajtóban. De te rakod el, vagy valaki elrakja neked? Én valóban hazamegyek, és valóban lerakom, és utána nincs meg a dolog, és akkor keresed. Na most, ha többen vagytok a reggeli ébredésben, tehát az optimális eset, amikor mindenki együtt, akkor nyilván meg 100 ilyet tudsz csinálni. És egyébként az esetek nyomó többsége, nálad van a kulcs. Persze, valami hát, másik kabádban van. Hol van a kulcs, hova raktad a telefonomat? Ott hagytad a telefonomat, ugye? Ugye, hogy ott hagytad? Azt mondtad, hogy be fogod rakni a táskába. Akkor minek kérdezted meg? Nálunk most ez volt legutóbb. Mondom, minek kérdezted meg, hogy hozom el a telefont? Akkor azért kérdezed meg, nem? Mert berakod a táskába. Akkor ne kérdezd meg. Most otthon van a telefon. Jó, akkor ne. Akkor nem fogom tudni, hogy ki írt, ki hívott. Persze nem érdekes. És 4 órán keresztül ott lesz a telefon. Jó? Nem baj. Akkor ne kérdezz meg máshol. Elrakta a telefonodat úgy, hogy nem tudtad? Nem, azt mondta, hogy megkérdezte, hogy berakja a telefont. És mondom, persze, rak be. Ja, és nem rakta be. És nem rakta be. Aha. És mondom, hol a telefon? Azt mondja, nem tudom, nem rakta be.
Hát mondom, te kérdezted, hogy elrakd-e a telefont, akkor miért nem rakod? Minek kérdezed meg? Mert látta, hogy hozzányúltam. Én nem nyúltam hozzá. Nem nyúltam hozzá, nem fogtam meg, mert te azt mondtad, hogy elrakod. Ültünk, és Gyülök így a jönnébe, és így megfogtam a zsebemet. Hubbad meg. És ott van. Itt van nálam a telefon. Jó, jó, most ez egy teszt volt, és... Az milyen, és amikor hátják el. És olyan kellemetlen volt, igen, tőle, mert hogy gyakorlatilag igen, csináltam egy kis 5 perces ilyen kis, hogy jövják, számonkérés, kis izér, egy kis terelget, és hogy egy gyerek végighallgatta az egészet, aztán mondom, 5 percben kiderült, hogy hülyét csináltam magamból a gyerek előtt, hülyét csináltam magamból a feleségem előtt. Aki ezen nagyon jól szórakozik. Na, a mondatokat összeszedte ez az internetes oldal, és nagyon jókat írtak, és egyébként tényleg abszolút tipikus. Tehát ha elgondolkozol azon, hogy te hallod ezt reggelente, rájössz, hogy valamelyik úgy is felbukkan. Ugye a lényege az, hogy próbáljátok ti is egy mondatba több olyat összetenni, ami jellemző rátok reggelente. Ezt megcsináltuk karácsonykor, és mi nagyon-nagyon szeretjük. Az internetes portál azt írja, hogy ezek hangzanak el, és ebből van általában a veszekedés. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Ugye? Klasszikus. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Miért nincs itt? Kelj már fel, még 5 perc, nincs 5 perc, elkésünk. Nálunk ez például a nagy vívás, hogy én még 5 percig ágyban lennék, de közben már kelni kell. Hol a töltőm? Szenzációs mondat. Hol a töltőm? Te tetted el, erre nincs időnk, nem érdekel a kifogás. Ugye? Milyen szép mondatok ezek is. Elkésünk, hol a gatyám, miért nem mostad ki? Gyönyörű, férfi és a nő vitatkozik, férfi nem találja a farmert, valószínűleg szennyes tartó van. Elkésünk, ne középen nyomd a fogkrémet, 100-szor mondtam, gyorsan, miért nincs kakaó, az van, ha nem tetszik, nem eszel. Igen. Anya, de én kakaós csigát akarok. Szendvics, ha nem tetszik, nem eszel. Elkésünk, miért nem öltözöl már? Hozd ide, nem ezt, azt. Hol a telefonom? Te tetted el, ugye, Janiéknál. Nem én, de mondtam, hogy te. Korábban induljunk, elkésünk, megöl a főnököm. Miért nem keltél fel időben? Minden az én hibám? Igen, nem. Hülye vagy, te vagy hülye. Nagyon klasszikus. Zseniális mondjadat. Elkésünk, kapcsolt ki a tévét, de még nézni akarom a csűrcsavarosdit. Júj, de szép mondat. Amikor a gyereket próbálod elrángatni a tévéről. Kapcsolt ki azt a rohadt tévét, elkésünk. Miért nem vettél zoknit, hol a töltöm? Ugye? Visszatérő motivú. Nem etted meg, máskor nem kap semmit. Hol a slusszkulcs, ugye? Nagyon jó. Apa kicsit a gyerekkel, majd kiszól az anyának. Elkésünk, indíts már, nem szogas. Elkésünk, nem érted. Tankoltál? Azt mondtad, nem kell. Elkésünk, indulj már. Szenzációs egyébként. És minden benne van. Tehát a kocsi kulcs, a tankolás, a fogkrém, a reggeli, a tévénézés és a ruhakeresés. Nagyjából erről szól az ember reggele. Elszálltad a gázt, leoltottad a villanyt. Azt hittem, te nézed meg. De miért? Más mindig te szoktad megnézni. Téged zavar a legjobb. Nem. Téged zavar, különben nem kérdezted volna. Jó, akkor visszamegyek. Nem, majd visszamegyek én. Nem, most már nem megy vissza. Nálatok még megy ez a gázpara, hogy kikapcsolja. Egyrészt ez, másrészt pedig a lámpa. Tehát, hogyha nincs leoltva a lámpa, akkor az egy ilyen sarkalatos pont. Megnézted? Nem néztem. Te szoktad megnézni, nem? Nem. A múltkor is te nézted meg. De már tehát téged nem mindegy, zavar. Ha elmentetek 10 kilométerre. Ha engem zavar, akkor nem te kérdezted volna meg. Ott már nem, ez még az elindulásnál jön elő. Tehát ez. Amikor ülsz a kocsiba, közben igen, most az a parám, hogyha égve marad a lámpa, leég a ház. Nem tudom. És vasaló? A vasaló nem. Vasaló az a Vikinek, meg a hajvasalója. Én vasaltam, vagy te vasaltál? Hát de téged zavar, nem? De te vasaltál, húzza ki az, aki vasalt. Szerintem kiúztam. Ha azt mondod, hogy szerinted, akkor nem vagy benne biztos. Ez hányszor? Igen, kiúszod a hajvasalót? Kérdezi a Viki. Mondom, én nem használtam. Ő nem húzta ki. De mondom, biztos kiúszod, sosem. Menjünk vissza, nem megyünk. Leég a ház. Mondom, nem tud leégni, maximum fölmelegíti a fürdőszobapultot. De leég, menj vissza, nem megyünk. Ugye? Nekem most az volt, hogy égve marad a lámpa, eddig nem érdekel. Tehát én hajlandó voltam, ugye, jó, ég, most ettől. 4 órára legalább azt hiszik, hogy ettől nem lesz izé, nem tudom ilyen. Nem omlik össze a föld, és most ha ég egy lámpa, akkor visszamegyek lekapcsolni. Azért, hogy nehogy felgyulladjon. De petróleummal világítottak? Jó a kérdés, mivel világítottak? Ha az, akkor nem adom. Tudom, valahogy most erre ráálltam, és bármilyen kicsi lámpa marad égve, én inkább visszamegyek lekapcsolni. És egy ilyen para, bármikor beúszhat az ember életében, nem fogjátok elinni, pár héttel vagy hónappal ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy a Hajdújéknál, nem is biztos, hogy igaz egyébként, hogy a Hajdújéknál bedugva hagytak egy ez a Vikinek egy telefontöltőt, nem hiszem el, azóta
folyamatosan nézzük, figyeljük, nem merjük. Addig állandóan bedugvahattunk, le se tojtuk, egyszerűen csak annyit csináltunk, hogy lehúztuk a végéről a telefont, és ugyanúgy bedugva volt. Semmi gond nem volt vele, senki nem foglalkozott. Nem, ugye a Hajdú Pétereknél csak mondjuk általában, hogy volt egy hír, hogy ők bedugtak egy töltőt, és ez elvileg úgy maradt, és a konyhájuk az félig leégett. Voltak róla fotók, egyébként tényleg elég rosszul nézett ki a konyha szegényeknél, és azt mondták, hogy egy bedugott töltő okozta, hogy én kínai volt, vagy zárlatos lett. Azóta minden este, minden rohadt este. Ugye nálunk minden korrektorban a gyerek miatt ilyen gyerekzár van, tudod, ez a vakdugó, hogy amit így beraksz, elfordítasz, és úgy tudod betolni. Minden reggel 10 percig négy kézláb félmeztelenül vagy messzelenül pipiskedve próbálok átnyúlni az éjjeli szekrényen, hogy a rohadmányos töltőmet visszadugjam, mert ugye minden reggel kihúzza. És úgy megyünk el. Fél órás szórakozás, mert ugye ott van a konnektor az ágy mellett, úgyhogy nem tudom elfordítani rendesen azt a szart, már bocsánat. Igen. Folyik rólam a víz, szídok mindenkit, hogy miért kell kiúzni azt a rohadt töltőt, hogy mit csinál, szagolgatja a töltőt. Megnézni. Hogy nem, igen. Hát, hogy, ha melegszik, akkor... Ja. Mondom, Jézus, Atya Úristen. És ezzel megy el az este. Jó, de ez nem a reggelhez kapcsolódik. De hát ez minden napszakhoz kapcsolódik, mert tényleg, hogyha bedugva hagyod, akkor onnantól kezdve mondom, ott van, és én gyűlölöm az egészet, de ettől függetlenül is végigmegyek, és tudod így, hogyha kihúzom, és így nézem. De tudod, ki van húzva? Ez vagy most ki van jó, húzva? Hát akkor fogják kezdet a Vikivel. A Viki tudod, mit csinál? Éjszaka fekszem az ágyba, ő később jön be, átmászik rajtam, és rajtam keresztül próbálja kihúzni az én oldalam a töltőt. Mondom, de szeretlek. Éjszaka, mint egy ilyen kis töltőgyűjtő, begyűjti a házakba a töltőt. Mert a lelki szemeivel lát téged, hogy lángolva rohangászod a vissza a lakásba, tudod, és zsümöltesz. Miért nem húztad ki, és kézzel, hogy ég az egész testet. És hát nagyon helyes SMS-eket kapunk, szerintem aki ezeket hallja, Az pontosan bele tudja magát képzelni az adott SMS író életébe, hogy náluk milyen lehet a reggel. Összeszedtem néhányat, mit szokott kapni a gyerek, és most elszégyeltem magam. Tedd le azt a rohadt tabletet, most fogad, hűzd ki a cipődet, ne így vedd fel. Megmondtuk, hogy este pakolj be, miért nem lehet kidobni a tegnapi uzsonna maradékát, ha már nem kell. Nem vihetsz 3 Star Wars-os legót a suliban. Ha nincs meg a diákod, a zseppénzeden veszel buszjegyet. Legközelebb most meg mit bőgsz? Legközelebb időben feküdj le, akkor nem leszel nyugos. Most meg mit bőgsz? Mit bőgsz? Nem nagyon megmondtam! Jó. Imádom, nagyon jó. Klasszik reggel. Igen, igen. Csajom meg én reggel kávé, én megittam. Hol a gatyám? Hülye vagy? Gyere már, szeretlek, kocsikulcs. Hát te tényleg hülye vagy. Zseni, nagyon jó. Ilyen mondatokra gondoltunk. Elindultunk rohadt élet, azt mondta, tárít az ébresztőt, nem te, mindegy, kelljetek azonnal, műzlit akarok, nincs tej, miért nincs, szendvics van, nem szeretem, akkor ne egyél, öltöz kell a szendvics. Jó, hát végül. Tök jó, nagyon bírom. Nagyon bírom. Hol a gatyám a szárítón, de nincs ott, akkor menjél így, de nem megyek így. Kikapcsoltad a rádiót? Nem, te mondtad, hogy kikapcsolod. Á, menj vissza, te, hát akkor a kutya hallgatja Balázsékat, na mindegy. Kelj már fel, hagyjál már, kutya volt lent, hol a töltő? Nagyon szép. Minden benne van. Tessék, ez nem jó, ez az utángyártott, elcseszi a telefon. Zokni a helyén. Hol a kulcsom? Azonnal tedd le, az az enyém. Indulj már, oké, csak elszívom a cigim. Ki fognak rúgni? Búj már ide egy kicsit. Ez most komoly. Nagyon szeretem. Búj, ez a, ugye? És a csajoknál egy pillanatban rájön még azért ez a bújunk össze. 6 helyen kéne már lennem. Megvan? Persze. Már agyban már azt pörgeted, kicsit, hogy kit hívsz vissza a kocsiból, mert még 4 nem fordott hívásod, mondjuk egy elindulásnál, és az ő agyukban valami át van állítódva, az búj még ide egy kicsit. Igen. Igen. Kicsit beremeg az izom, az izom alsó része, a szádnak az alsó részén. Semmi puszi? Semmi puszi. Meg se lesz. Aha. De tudod miért, mert látja rajta most a feszültséget. És ő meg akar nyugtatni, egy kicsit ott anyáskodik. Hozd a Kori, de ma foci van. Akkor így focizik, gyerünk már. Kori már. Ennyi, nem érdekel. Teljesen abszurd, de akkor apa megoldotta ezzel. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv. Az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kádfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kádfürdő, hogy szíve szerint
betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Egyszer szégyelte magát. Mennyire környezetutas, mennyire szimpatikus. Majd... Bárha az egész uralkodó család abban a kezekkádban fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen, magára kapta a kis kasmír, kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És... azt mondja, hogy ezen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és ő szíves szerint Svédországban betiltaná a kátfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egyéb, a 15. Károly Gusztávnak sokkal nagyobb tervei volt, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent rá. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz, nagyobb környezetvédelem. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se soha nem volt kádvízben. Alanyi jogon lesz eluralkodó, nem az intelligencia. Hány ja, ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 évesen megvilágosodik Károly Gusztáv is eljön. Egyre kevesebb húst teszik, elektromos ugye? Autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. Uh-huh. De azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már? Csak hogy kettő közt ez a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépem, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon. Nekem jó, a kicsit az udvartartásom kisebb, mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyoma még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kádvízbe, mennyivel használok el kevesebb vizet? Sokkal kevesebb. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon egyszerű mérfarával. Sokszor voltál nálunk, igen. És láttad, akkor sokszor megfürödtél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, akkor a szájából hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen, igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magunkra borítjuk, és azzal szánkózzunk. Figyeljetek, nagyon egyszerűen mérhető egyébként a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, vagy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, bedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mennyi az mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz. Zuhanytálcát? Igen. Hát akkor kifolyik a víz. Hát biztos van valami, ami beledugni. Nincsen hát benne dugó. Nem lefolyik, hanem a beledobod a dugót, hát ez 2 centi vas, 2 centi magas a zuhanytálc, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja a zuhanyzásra, tehát van, aki nincs mindenkinél zuhanytálca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy ha beállsz a kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezzel a hülyességet tényleg. Ne. Mindig idegesítsétek már, hogy attól lesz jobb a környezet, igen, hogy én fürdöm kádba, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem, de kivéve a hányszor megbeszéltük. Jó, mondja, az nem szimpatikus. Igen, és a mosógép ömlítővizét vezessük vissza az esővízbe, az esővízzel fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat vele. Igen, és a végén itassuk meg, igen. Ne komolyan mondom, ki vagyok ezekkel a. Az fontos egyébként, hogy utólag itass meg a szürke marhák, ha nem pedig előtte, mert hogyha abban mosakszom, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök, igen, egy kádvízbe. Tehát igen. Én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni melegvízzel az zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe. Ha mi is átmehetünk hozzátok. Utána? Hát én nem akarok az ő vízében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatan fürdöttem egy vízbe. És volt status quo? Tehát, hogy kifürdött először és ki utoljára? Hát az idősek. Hát én voltam a család végén, én voltam a legkisebb, én fürdöttem utoljára. Ki keresni a pénzt itt? Ki hozza a kenyeret az asztalra? Na, akkor ki fog először fürdni? Én? Na, mindenki bárhatok. Fekete volt a víz konkrétan, mire én a sorra kerültem. Érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam milyen még. Tehát azt hittem, hogy elnyelért. Nálunk is volt egyiket, hogy én pánikszerűen mindenki megpróbált elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet. És aztán jött fel szénporosan a pinyóból.
Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliárd. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolása, hogy ha egy millió ember fürdik el egy kád vizet, akkor... Milliók sikítanak, amikor te fürdesz, szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika nem miattunk szomja. Egy baromság. Tehát nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy olyan bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, indulj el egy ilyen kis a hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, még tételezve, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor jó. Akkor itt van egy másik érv, ami milyen nagyon szimpatikus lesz számodra. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percem van zuhanyozni, el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni. Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideggel. Mit csinál, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen, vagy a zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megfelelő. De én zuhanyzom, én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják el. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Tehát jó. Olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást Vikivel, mikor bejön. Ez napi 20 perc, vagy heti 20 perc? Nem napi kétszer. Isten, hol van? Nyisd ki az ablakon! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem. Vagy még itt van Marika néni. Igen, van még valaki a vízben. Kiabálnak mind, amikor első értetíteni. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van, értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Ettől te még nem vagy pazarló. Jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni a burzsuás szokásaidból, milyen burzsuás szokás? Akkor szerintem és a tusolás. 3 hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsuás szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, hogy elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, és képezzel ez zuhanyzom. Figyelj, burzsuás, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokás, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a akkor Janitól, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen egyetemig. Akárhol. Érted, vagy a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit tesz cserébe? Tehát benni én nem... semmit, én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz, mert megint hidegben, energia. Te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem 5 perc alatt tudok végezni. Nem 20 percig. Le se ér a víz a hátadon 5 perc alatt. Lassan meg. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyádig. Meg felék áthordják a forró sonka levet, érted? Jó, azt érted, ők eléget forralnak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állad olyan hőmérséklet legyen. Hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban. Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot látok párotoktól, férjetektől, feleségetektől, spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol?
min próbál egy kicsit ügyeskedni. Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Benészes kenyérhéját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, nem. Mert a penészgomba nem, így ebben a formájában nem fogyasztható. Jó a penész, egy csomó minden. De várjál, nem a penészes kenyérhéját fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de azt nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. A nagymamám úgy porolt, hogy azt a vizet, amit zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként, ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vizes porolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és rád kapcsolja a villanyt. És főleg a papa is így rád is kopogtatod. Lehet az sötétben is. Hát, nagyon kemény. A főnököm a pánci szekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzá jutni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősöm, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötére száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Eli küldte nekünk. Nagypapám úgy porolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot, annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ne. Ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ez jó. Megcsinálom. Kirodírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózsát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát, most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani, igen. Ha már spórolás, az apuson mindent visz. Télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiba. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben veszed a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfotel. Léci, bármi, csak hogy hova ne menjünk. Gyorsan megyünk, százzal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008, vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrény lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Volt kollégám minden WC-ért menetelőt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, az elsőnek még jó. Csak képzeld el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojáslikor. Valaki? Biztos? Látom, na, látom rajta. Még nem húztam le. Látom, hogy toporogsz. És valaki eléged mondta, hogy jó, megyek. Bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet. És ilyen brutális zsizé, pufajka új lerakta. Valaki szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Lehúzom. Atyaisten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. Ez tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközött, te gyorsan áttörlöd magad, és meg is vagy. Abszolút, tök jó. Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Haláli. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy más is történik. Az öregapám a lejtőn a 2021-05-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet eszik. Az nagyon szép lesz. Az szerencsés. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormányzár bezár, és véged van. Ilyet én már láttam.
Figyelj, úgy is gurulunk, vedd már egy gyújtást, nem kell. És egyet, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó, nézi, nagyon jó. És ha szerencséd van, akkor hosszú, egyenes út van előtted, nagyon kevés mellékutcával és kis forgalommal. Ha szerencséd. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a vécét leönteni. Dáj küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi a növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kiroad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belüli nagy spórolók, hát ezek zseniálisek. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. Legalább másfél deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállítása, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát egy euró érte. Azért az 300. Ezt Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban van nagy szimpatikus ember. Ugye? Mennyi szimpatikus ember. De hát ki az, aki például egy születésnap után a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét? Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megcsinálja. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja el először, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy mindenki. És akkor 5 gyertyája volt az ötödik születésnapján, félig leégett, eltetted, és amikor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyát, meg vettél egy hatodikat, ami nagy ez volt. Csak attól függ, hogy mennyire dugod bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, érted? Érted, hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabba a szintbe lehet hozni. Jézusom, megőrülök. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. Csak kicsit leszopogatod róla a tejszínhabból, lenyalogatod, de fogsz egy fiskersolót, levágod, és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nylonzacskóba? Kb. Ne, Istenem. Most a technikai részébe csak azért nem menjünk bele, mert nehogy itt valakinek. Ugye, szólj, hogy mikor van a virág születésnapja, megveszem évszámára, az összesen egyet. Megvettem már most is előre. Egyes, meg egy négyes, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 ízig leégett, csonkig égett gyertyákat próbál elfújni, érted? Atya úristen. Hát igen, azt mondjuk sajnálom, hogy egy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhatuk volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Képzeljétek, bért süttetek magamnak. Na, de mit ez süt? Jól hangzik. Mit sütnek és kik? Almáspitét. Van te valaki? Nem tudsz almáspitét sütni? Nem. Ez... Még nincs. Babocs. Azért nem egy bonyolult dolog. Na, se türelmem, akkor mi van? Se energiám. De ki? Bemész a pékhez, a helyi pékhez? Nem, egy idősebb néni süt nekem. Uh-huh. Van grokkolni kapcsolat köztetek? Igen, egyet a világon sem. Nem, de ha jól sikerül, elveszi. Hozott a nénye pitét. Igen, és? Finom pitéje van. Milyen pály volt? Apple pie. Jóféle pitéje van a néninek. Rácsosra csinálja, vagy csak belesüti? Nem varjálja. Szépen megsüti, aha, igazi, finom, nagyon jó ízű, reszelt almát tesz bele, és felajánlottam a néninek az év bizniszét. Tepsinként fizetek azért, ha ő süt nekem almás pitét. És most almás pite dílerkedek, tehát a néni feketén keres egy kis pénzt, de jó, nekem pedig süti az almás de pitét. De tovább adod nekem a pitéket, vagy magadnak? Nem, hát a családnak, nem árulom, nincs garázsvásár, semmi. Nénye jön a pitével, de jó, egy forró tál almás pitével. Nagyon jó. Kifizetem. Alapanyagokat ő szerzi, de megszerzi az alapanyagot, neki nagyon jó nyugdíjkiegészítés, én többet fizetek, mint amennyibe kerül, viszont egy ekkora tepsi almás pite, finom, melegen még a porcikorral, megszólja a tetejét. És azon gondolkoztam egyébként, hogy hány nyugdíjas örülne annak, ha kihasználnák ezen kvalitásait. Hát hány nyugdíjas baromi jól tud sütni, nincs kinek. Vagy messze laknak az unokák. Vagy a gyereke nem látogatja, vagy nincsenek jóba, vagy eltávolodtak. És hogy milyen jó lenne az, hogyha ezen nyugdíjasokat úgy lehet igénybe venni, hogy megkérdezni, hogy mit akar ott a környezetedben csinálni. Kicsit vasalni, segíteni, és valami olyat csinál, ami neked megér egy bizonyos pénzt, neked azzal segít,
ő megkeres pénzt. És most keresel olyas valakit a lakókörnyezetedben, aki megcsinálja a vasárnapot? Mindenre szeretnék felvenni már az almás pitét, és ezért most már szeretne mákosodni. A vaníliasodót. Most pihentetem a projektet. Aha, most nehogy befáradjon. Most ne fáradjon el. A nénit elkapatja a NAV? Tehát nekem ő bérsült. Én fizetek ezért mondjuk 5000 forintot. Aha. Nekem megéri. Tehát tényleg akkora tepsi, hogy én nem is tudom, hogy hogy fér be a sütőbe, egy iszonyat óriási tepsi, hát azért az a melózol. Mennyi a forró volán száma, Feri? Gyertek, biztos nyomtak már. Tehát mire lereszeled az almát? Azért az egy pepecselős munka, meg lehet csinálni, nem bonyolult, de nyújtod a tésztát, megcsinálod az alsó linzer, felső linzer, rakod, hosszú. A nénit ezért megvághatja, mert én nem akarom, hogy baja legyen. 120 almás pite után vághatja meg. Már háromnál vagy négynél tartok. Akkor még van bőven. Még van. Mert az 600 ezer forint, akkor éred el, és azt hiszem, egyszer beszéltünk a NAV-val, és azt mondta, hogy 600 ezerig nincs nyomozás. Az jó. De na, hogy nem vágják meg vagyonosodásira. Nem, a 121. piténél van baj. Fölnyomják a nénit, hogy nagyon durván kezd vagyonosodni, mert a bali pitét sütött neki. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ezen nénik nem is effektíve a pénzről van szó, hanem azt éreznék, hogy ők még hasznosak a társadalom számára. Mm-hmm. Tehát mondok valamit, mit tudom én, te szeretnél köttetni a gyermekednek egy sapkát. Jó találkozik jóval, nem azért, mert nincs pénzed megvenni, hanem mert jön, nincs sétáltatja a kutyát, milyen jó lenne megkérdezni, hogy nénye. Tud-e maga kötni? Tud-e maga kötni? Nényed a keresztanyád. Igen, akkor hogy nem bűnöskörökbe ugrik a botomat, és a néni lefúj egy 5001-essel, tudod, a tacskó meg megharapja a lábodat. Bocsánat. Mondjuk kötne a gyereknek sapkát. Hazamenne a nénye, megvenné a kis mohair fonalat, te megveszed neki az alapanyagot, ő megköti a sapkát, a gyerek körül van egy házilag kötött sapkája, a néni nagyon boldog, hogy köthetett az örökbefogadott unokácskájának, aki ugye nem az unokája. Tök jó. Tehát ezt ki kéne használni? Hány nyugdíjas hever parlagon, mert nem kap elég lehetőséget. Nem azt mondom, hogy dolgozzanak, hanem hogy legyen nekik egy kis kiegészítés. Tudod, milyen boldog a néni, hogy süthet? És nem feltétlen a pénz miatt, gondolom. Bár már emelt az áron. Nem de a hogy harmadikra. Azt hittem, már eddig 50-50 nyerészkedni. Fölment az alma. Most már 12. Ezek tollasabbak, mint mollaltam. Én karányit fogom kérni. Igen, vagy burkoltál, mert egy kisebb tepsi. Levette a tepsi méretet, igen. Most már csak ez a rakott krumpli is tepsi van. A szélét meg levágja magának mártogatni, mi? Kávéba. Hogy alakult ki a biznisz, azt mondd már el. Tehát hogy akadtatok egymásra? Egy helyen lakunk. És ő megkínált. És hazavittem, megkostoltuk, és annyira ízlett, hogy... És visszament, és azt mondtad, én azt mondtam, nénye. Hogy én nem kérhetem ezt ingyen, de nagyon finom, viszont nem kérhetem, viszont a gyerek nagyon örül, Viki nagyon örül, én nagyon örülök, és mi nem jutunk sokszor ilyen házi dologhoz, aha, mert lustábbak vagyunk, meg ezek tényleg... Mindig betetszik zárni az ajtó. Ez igazi régi recept. És én felajánlottam neki, hogy nem, aranyom, akkor sütök még egyet. Sütött még egyet, nem fogadta el, majd felhívója legel egy nap múlva visszaadtam neki teljesen kitakarított, súvickolt tepsit, hogy már elfogyott, édesem. Hát mondom, egy nagyon jó pite, de, és ott jöttem elő, az nagyon durva üzleti ajánlattal. És belement. Aha. Kellett egy kicsit győzködni, de belement. Belement, elfogadta először, nem akart, hogy ő szívesen csinálj, de mondom, van alapanyag, van liszt, van cukor, hát azért ezek drága dolgok, tessék nekünk bérsütni. És a nénye azóta bérsüt. De jó. Hogy mert azért nagy, és érdekes olyan a dolog. Majd nektek legközelebb olyat csinál, hogy megőrülsz. Hogy, nagyon finom. Hogy a fatális véletlen miatt fatál, van. Tepsiben adja. Ja, ne haragudj, de hülye vagyok. Hogy véletlenül akartatok egymásra, érted? Kéne valami fórumot találni ennek, ahol például a te környezetedben lakók be tudnak jelentkezni, hogy a kis Beninek kötnének egy pulóvert. De nem csak, de nem arra a kis Beninek. Igen, és akkor hogy hívják, persze. A kólyák összerakják a kabátot, a béga megcsinálja a vásznat, a kisvakon pedig elmegy a rákhoz, aki kivágja a játszót. És egyébként is tényleg úgy történik az egész vitvétel, amire andó középkorban, hogy a földes urat ellátják mindenféle, hogyha nincsen pénz, akkor ez hoz ezt, ez hoz tyúkolt, az köt sapkát. De hogy más is rá tud arra jelentkezni. Én nem csak erre gondolok, hanem a környezetedben te megtalálod a nénit, és azt mondod, hogy tetszik-e tudni sütni, tetszik-e tudni, hogy jaj, aranyom, persze, nagyon boldogan. És én tök boldogá lehetne őket tenni. És ha ez a véletlen a néni nincs, azóta boldog. Érted? Akkor neked nincs bérsütőd. Hát ami, tehát kell egyfajta. Valamit, valaki kéne találni. Tehát akkor csináljuk meg a www.nénye.eu-t. Így van. Nénye.com. Akkor igen. Már. Lenne a nénye BT. Mi elindítjuk és ezt a vállalkozást. Kinek mire lenne szüksége? Igen.
Mi mondom én? Mit tudom én? Zoknit stoppol. Hát te tudsz, de azért kevés pali stoppol. Bejönne egy óra alatt, megstoppolná az oknyaidat. Segítene vasalni, kötne. Egy kicsit olyat, amivel ő is hasznos, és neked, téged pedig boldoggá tenne. Nem lenne jó? De. Hát szerintem zseniális. De, és az időseknek egyébként ez egy nagyon jó elfoglaltság lenne. Egy kis lendületet vinne a nyugdíjas éve. Arra gondoltam, úgy fogom csinálni, hogy beszélek a polgármesterrel, és messzire tekintesz. Később pedig rácsörgök Kövér László. Igen, fölhívom Rogán Andrást. Összeszedem a nénnyéket. Igen. És csinálok egy nénnyeházat. De beültetem a nénnyéket. Aha. És te be tudsz menni hozzájuk, igen, és meg tudod beszélni, neked mire van szükség. És ott ül egy nénye, aki var, ott ül egy másik nénye, aki süt, ott ül egy harmadik, aki stoppol. És akkor tényleg így bemegyek, és akkor portán mondom, hogy Rácsos Nyízer, harmadik emelet, négy. Ilyes ablak. És egy kis manufaktúrában, ott Török Bálint Budaörsöl összegyűjtött egyébként idős, nagyon helyes, aranyos, unatkozó, ám de agilis. Madárt, egy nem ez konkrétan ízes lecsója, nem madárt egyszeretnék csinálni. Tetrekész idősebb néniket beültetem, és dolgoztatom őket. Ahogy az iPhone dolgoztatja a gyerekeket, nem tudom hol, Kínában, én az idősebbeket. De örömet adok nekik, munkát adok nekik, nyugdíjkiegészítést. Hülyesség? Nagyon jó. Gyúrja a tésztát, a másik stoppol, a harmadik. Mindenféle szolgáltatás lenne? Hát most mi jó napot, boom, finish, vagy mire van az idős nénye, negyedik emelet, kettő, tiszta között, és szappantala. Katikám, az úr nagyon fickos. Az ötödikre kéne felmenni, ott van a masszázs fotel, a zuhanyzó. Nem jó? De, ez jól hangzik. Szerintem teljesen rendben van. Mondjuk azt, hogy összegyűjtöd őket egy házba, ez picit nem fura. Tehát, hogy ez kicsit hát legyen egy ilyen nénye manufaktúra. Hát ott a polgármester hivatal mellett, ahol lakom, kibérelek egy ilyen kis községházat, és ott lesz a nénye manufaktúra. Egy ilyen kis községház. A kultúr. Jó, hát akkor a kultúrházat kipakoljuk, ott úgyis csak egy csomó nyitott lehet rá a polgármester úr? Tessék? Akkor most hívjuk föl. De most köregjük. Szerintem már ébren van. Intézi a település dolgait. Hát szerintem egy 7:30-as telefont ez megérne. Simán. Igen. Van egy hallgatónk. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, Gergő! Nagyja! Igen, tényleg. Gergő nénye. Gergő, hello, mondd, mit szeretnél? Én nem, csak beírtam, hogy nekem nagymamám már évek óta ezzel foglalkozik. Komolyan? Mit csinál bér? Bérsüt? Bérsüt, Ne csináld! Süteményeket, meg száraz tésztát, házi száraz tésztát. Csiga tészta, lebencs, az igen, az jó. És ezeket otthon csinálja, és akkor jönnek a delikvensek, és megmondja, hogy ez ennyi, annyi. Így van. Rokonok, barátok, ilyesmi. De fizetnek érte, tehát nem ingyen kérik. Nem. Hogy adja a tálalmás pitét? Hát azt én így meg nem tudom, megmondom neked már. Hány tojás, sosa csiga tészta. Annyi féle fajta, mert alapanyagtól függ, hogy mennyi az áron. És nem a szájról szájra terjed közöttetek, hogy figyelj, van a nagyi, és akkor ővel le lehet dolgoztatni, vagy hirdeti magát. Így van. Mi a kedves neve? Ilona. Féle házi. Ilusmama. Ilusmama házi sütije. Így van. De jó. Echte, eredeti ilusma. Így van. Lebencs. Ugye, ez a érdemes, hogy csinálom. Nem csak a faluban, már Debrecenben, a faluban, már a gyógyszerésztől kezdve nagyon sokan oda járnak. Ajajajaj, nehogy aztán ide menjen, jönnek a próbavásárlások, az állvásárlások. Olyan szinten nem, most én nem arról beszélek, hogy havi szinten 600 ezeret összekeres. Most nem erről van szó. Volt, hogy megetődött mennél. Igen. Igen. Nagy vett egy gémercet magát. Annyira meg. Mindig van mit csinálni, elfoglalja legalább magától most. Így van. A nagyit a múltkor egy SL55 AMG-be látták, mint egy kábrióba csapat. Azzal jár a süteményhez valahogy. Azzal jár a piacra. Most építhetek egy panamér a kombik. Hogy elférj a csapatot. Azért nem feltűnöm, mert én szoktam vele járni, el szoktam tőle kérni. Köszi, Gergő. Nincs, Kávesz kosztold meg, házi sós. Lesz 6-7 nagyim. Aha. Non-profitban működöm. Jó. Na. Tehát nem akarom a nagyikat levenni. Tehát nincs, hogy a nagy egy havi bért fizet navi nekem. Navi. És jön majd az állásálló a naptól a navi. Egy öreg navi. A nagyik közé egy öreg navi is vegyül majd. Szóval, hogy 8-10 nagyim. És úgy megvan, hogy bemegyek a kis községházába, és ott ez a 8-10 nagy, ott nagyon serényen dolgozik, köszön nekem, én is köszönök, sziasztok nagyik, szia Balázs, kiabálják egyszerre, és sütnek, főznek, kötik a sapkákat. És végigmész így az asztalok között, ebbe több sót, ebbe kevesebb cukrot, hol van, ez még nem kell meg rendesen, mi lesz sapkával. És ott dolgoznak a még egy bojtot. Hozzak majd a almás pitét? Hogyne hoznám, persze, most már mindenki kíváncsi rá. Jó. Most nem láttam egy-két napja. Jaj.
Nem, nincs baja. Vagy nem csapták le a kezemről. Hát, lehet, hogy már valahol hamburger csinál az őrsök. Ja, igen. Lehet, hogy már bocskoréknak süt. Tényleg, Gabi lecsapta a kezemről két utcával arra, hogy ott áll a néni egy férkúta sapkába, és lángos csinál. Egy lakókocsiba, tudod. No, mondja neki egy érteni. Ha majd lehet, hogy picit puhább is érzem, már nincs neki elég fogom. Ah, szeretem ezt. Na, minden hozok nektek majd. És más sütit is tud? Azt én egyelőre nem kértem tőle más. Tehát egyelőre nem kértem, de megkérdezem, hogy mi a repertoár. Mi van még? Mi a repertoár? Kézenállás, kalicska, pörtök szekér. Ez egy pepecselős, nem bonyolult a pepecselős. Nem, hát meg. Jó, tudom, 6 perc, tudom. Megpucolod. Hát ilyennek. Miért van az, hogy minden szakás, minden három perc. Megpucolod az almát. Már észre se veszed, amikor mondod, így kicsi ki belőle. Nem mondtam, hogy három perc. Megpucolod az almát, így van. Konkrétan, amire elhatározom, hogy neki kell pucolni, ez egy másfél óra, hogy nézem, vakarom hát a fejem. Ez a baj, hát oda megyek, megnézem, mekkora az alma, nem találom a pucolókést, érted? Na, de ezt megpucolod. Akkor a tésztát te megnyilván. Egy fél óra alatt azért össze tudod állítani, és akkor még a sütési idő. Meg még, amíg pihenteted. Meg még, amíg anyám kínja, nem? Anyád kínja is, azt én nem tudom, hogy miért. Így van, drága kedves mamával mi van, de mondjuk egy fél óra alatt azért össze tudsz rakni egy ilyen pitét, és akkor még a sütés van, de azzal meg már nincs dolgod. Ez ilyen egyszerű? Leviszem 3000. Kérjél te? Te fura. Azt 4 szeletért kér 3000. Lehet, hogy bepalisztak. Nagyon, nagyon kedvelem. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Megérkezett hozzánk vendégünk. Itt van Vándorból. Jó reggelt kívánunk. Hello, örülünk, hogy itt vagy. Ciao. Hát amikor az ember ilyet olvas, akkor a száját átva marad, és ezért is gondoltuk, hogy talán érdekes lehet ez a beszélgetés, és meghívunk téged, mert azért ez ma már nem jellemző. Az, hogy valaki stoppal megy, az igen. Az, hogy valaki utazik valamennyit, az igen. Természetesen. De hogy valaki 27 éve járja a világot autostoppal, azért hát azért ez nem jellemző. Ez bárki teljesítheti, mondjuk 40 fölött van. De. A legfontosabb kérdés. Mi lesz a nyugdíjaddal? Hát, és neked mi lesz a nyugdíjaddal? Ugyanaz, neked is, és nekem hát is semmi. Hát akkor ez nem kérdés. Igen. Ő viszont legalább utazott egy csomót előtte. Én meg ott állok majd 60 éves, a gyerekek nem utaltok. És akkor már semmi nem percig se hitt belőle, hogy befizetett évéből valami lett. Tök jó, a realitások talaján élek. Egyébként Ferinek van igaza. Ugyanannyit élünk, ugyanannyit, csak te utazol, nem? A nyugdíjunk viszont ugyanannyi lesz. Jó, csak formalizálunk. Ez egy ilyen kamaszkori vágyálom, ami aztán megragadt a felnőtt korban, és stoppoljunk és utazzunk? Mindig is kíváncsi voltam a világra, és akkor ezt most így beteljesítettem egy lehetőség kapcsán. Egy haverom szólt, hogy stoppoljunk ki Görögországba. Itt még a 80-as évek végéről beszélünk. Ez volt az első? Igen. Ez egy nagyszerű út volt, annyira megváltoztatott, olyan nagyszerű emberekkel találkoztam, akik így inspiráltak utazásra, egy világ nyílt meg nekem, és ráadásul megtanultam angolul. Ugye akkor még oroszt kellett tanulni, én az a generáció vagyok még, és akkor rájöttem, hogy ezzel a nyelvet tudok kommunikálni, és akkor így tovább léptem. A görögöktől tanultál angolul, mert hát akkor igen, azt nem sok helyen értik. Hát az van, hogy ugye a görögök nem beszélnek általában a nyelveket, ha beszélnek valamit, akkor az angol volt már akkor is. Én nekem volt valami nagyon alap angolom, de akkor utána már összeraktam mondatokká, és ez egy nagy élmény, amikor így gyakorlatilag 4 kézlábról fölállsz 2 lábra, és elindulsz gyalog. Tehát gyakorlatilag ez történt meg a nyelvben is velem. És amikor az, hogy te mondták sokan, hogy ez nem angol, te görögül tanultál meg. Nem, azért annyira megkülönböztetem, de nagyszerű élmény az, hogy ugye ma sokkal könnyebb utazni, mert van internet, telefon, stb. Egy haverommal úgy utaztunk egy hónapig, hogy 3 naponta találkoztunk, megbeszéltük, hogy melyik tengerparton, melyik városba találkozunk, és mind a ketten ott voltunk, és egy hónapig működött. Tehát nem tudom, hogy a mai emberek, hogy ezt meg tudnák-e tenni, hogy kommunikáció nélkül létezzenek. De közben te azért dolgoztál valamit, mert azért, hogy az ember 27 évig utazik, hát még a stoppal is megy, azért annak vannak bizonyos járulékos költségei, hogy fenntartsa saját magát. Így van, tehát amikor az első útunk volt, akkor stoppoltunk, láttunk egy lengyelt, aki szintén stoppolt, kérdeztük, hogy mit csinált. Hát
gyümölcsöt szedett. Ja, lehet, akkor mi is nekiálltunk gyümölcsöt szedni, és akkor kiegészítettük. Csak a aztán elkezdtek lőni rátok, és akkor gyorsan arrébb mennek. Kiderült, hogy egy magánterületen szeditek a szőlőt, és nem annyira szerette ezt a gazda. Nyilván aztán, amikor kimentem Ausztráliába, ott is dolgoztam, Nyugat-Európában is, amikor már Európai Uniósok voltunk. Tehát az én dolgoztam, és kerestem pénzt, csak ugye nem a 6-tól nem a klasszikus módszer. Verzióba, és most már elkezdtem utakat vinni csoportokkal, külföldre, tehát hogy átalakul, átstruktúrálódik az én életem is egyre inkább. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 27 év az lehet mondani, hogy arról szólt, hogy valahol, ami tetszett neked, ott leálltál, kicsit lepihentél, dolgoztál, ott voltál az adott országban, majd megint tovább mentél valahol, megint megálltál, ismét dolgoztál, így kell elképzelni. Attól függ, hát nyilván Kambodzsában nem álltam le dolgozni, mert ott nem biztos, hogy annyit keresek, hogy egy picivel tovább menjek. Tehát a világnak mondjuk a fejlettebb felén lehet pénzt keresni, tehát az ember ezt megtanulja elég korán. Most már elég sok magyar is tudja. Én ezt kicsit korábban tudtam, és akkor abból a pénzből utaztam tovább. Tehát, hogy végül is így oldottam meg az én hobbimat, a vágyaimat, stb. Ilyenkor van az embernek egy olyan ország, ami felé húzza a szíve és arra megy, vagy ez egy ilyen ott alszom, ahol éppen alszom, ott kötök ki, ahol éppen ott kötök ki, megyek, amerre az élet visz, életmód. Hát nyilván azért vannak főbb struktúrák, tehát hogyha elhatározom, hogy Ázsia fele megyek, akkor arra indulok el. Ez általában stoppal történik. Ez valahogy azért én is képzeltem, a kérdésem talán nem teljesen nem, de jó lesz. És akkor egy kerinc ért körül. Egyébként van ilyen is, tehát hogy a stoppolásban is simán benne van, hogy a helyi arc mondja neked, hogy itt van most egy fesztivál, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor nem megyek B városban, megyek C helyre, és akkor ott részt veszek azon a törzsi fesztiválon, vagy bármilyen érdekes rendezvényen, vagy azt mondja, hogy hú, itt van egy nagyon jó kanyon, stb. Nincs benne az úti könyvekbe, és akkor oda megyek. Tehát, hogy ennyi előnye van a stoppolásnak egyébként, hogy nagyon sok helyi információhoz jutok, és te, mint külföldi, így a tenyereden szállítanak, főleg így Ázsiában, mondjuk Dél-Amerikában is. Tehát, hogy nagyon sok kaland társul ehhez. Tehát egész más stílusú utazás, mint mondjuk egy befizetett út, ahol már minden le van szervezve, biztonságban vagy. Itt pont az ellenkezőjét tapasztalod, viszont benne vagy a helyzetbe. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy történik veled valami akár 10 perc alatt, és azon napokig tudsz beszélni, míg itthon tegyük fel a gépsor mellett, napokat, heteket dolgozol, és nem tudsz róla beszélni egy 3 percet. Vagy tehát, csak hogy, nagyon keveset, igen. Tehát, hogy az utazás egy olyan élményt ad, ami nem visszaadható, ezt most így beszélgethetünk nyilván róla, de hogyha valaki átéli, akkor lesz az övé teljesen, és én ezt próbálom másokkal is megosztani, tehát, hogy ilyen szempontból ez a vándorboly, ez egy szimbólum az utazóknak. Vagy de valószínűleg nem vár otthon se papa, mama, se gyerekek, igen. Se a feleséged. Most meg, ha így kérdezed, nincsen családom, tehát lefele, mármint felmenőim vannak, de gyerekeim. Megleptél bennünket. Igen. No. Ezért ezen életvitel mellett, amit elmondod, azt gondoltam, hogy nem tápszerek, cumis üvegek és légzésfigyelő között mulatod a délután. Nem a gyereket a zódából. Nem, mert most éppen Szomáliában vagyok. Fenyám mellett vagyok 2 kilométerre, és éppen stopra van. Igen, gyereknek karate edzése van, nem tudok menni, szváti nem vagyok. Hát így egy picit nehéz. Na, hogyan tudjuk ezt konkretizálni? Ugye hát ez egy riporteri feladat lenne, hogy ezt megoldjuk, és ezt nem a vendégtől kell megkérdezni, hanem nekem kellene olyat kérdezni. De mégis akkora halmaz 27 év alatt, hogy ugye baromi nehéz konkrét dolgokat kiragadni, mert hogy hát gondolom egy országról is 20 percen keresztül tudsz beszélni. Hát szoktam vetítéseket tartani, és akkor 3 órán keresztül beszélek egy-egy régióról. Elmegyünk rá, ha tudunk. Reméljük. Most nekünk itt viszont csak egy rövidebb időintervallumunk van. Sajnos ennyi időnk nincsen, mert mi kispolgárok vagyunk. Be kell fizetni a számlákat, bevásárolni kell, stb. Tudjátok, az európai embernek órája van, még az afrikainak ideje. Tehát ez, igen, a különbség. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot kint, ami megragad bennem, hogy voltál olyan népek között, akiknek például nincs idő és pénz tudatuk. És erre így felkaptam a fejemet, hogy na hát ez a beszélgetésben is érdekes lehet, mert hát minket pedig pontosan ez határoz meg. Ugye 2 dolog, az idő és a pénz, mindenből úgy érezzük, hogy kevés van. Hajtjuk az időt, hajtjuk a pénzt, rohanunk saját magunk után. Hogy kell őket elképzelni? Hát hol vannak? Mit jelent az, hogy egy népnek, egy népcsoportnak nincs idő és pénz tudata? Hát ezt úgy hívják, hogy sharing community, tehát ez mondjuk magyarul mondjuk legyen egy ősközösségi társadalom, ahol, ami úgy épült föl, hogy ha a közösség tagja vagy, akkor túlélsz, ha kiűznek belőle, akkor meg meghalsz. Ugye régen volt egy ilyen büntetési forma, számüzetés, talán ez átkerült még az európai világba is, tehát hogy egyedül nem vagy képes túlélni. Tehát hogy az összetartozás nagyon fontos. De tehát hogyha neked... Papua Új-Guinea, vagy merre kell őket elképzelni? Igen, igen. Ott van még élő hagyománya ennek. Aha. Tehát hogyha neked van egy kiló rizsed, akkor teljesen természetes nekik, hogy megosztod a saját családtagokdal. És ez a probléma egyébként, hogy ők nem business mind, tehát nem egy üzleti tudatjuk van, tehát hogy ha nem tudnak nyitni egy boltot, mert mindenki valamilyen módon rokon, ugye, mert ilyen kiterjedt család van, tehát hogyha oda jön A, és azt mondja, hogy hú, adjál már nekem egy kis cukrot, akkor nem mondhatom hát neki, hogy 50 forint, és akkor itt van, mert hát hiszen ő én nagy családomhoz tartozik. De nincs is pénzük? De van, nyilván most már betanulják ezt, de a pénzhez való
tehát az arányokhoz nincsen. Tehát mondok egy példát, Pápuáknál át akartunk menni egy folyón egy csónakkal, és akkor itt simán bemond rá $200. Tehát itt tudja, hogy nem tudja, hogy most miről beszél. Fogalma nincs, hogy ez mennyi. De igen, igen, csak hogy érzéke, vagy nem 10 dollárt mond, azért azt tegyük hozzá, ugye? Hogy a gyerek Pápu azért tudja, hogy 200-at kell mondani. Igen, és akkor ugyanakkor meg elbarterolhatod vele itt egy maroknyi bételdióért. Na itt jön az európai mentalizmus. Mennyit mondott? 200 dolcsi, adj neki egy marék diót. Jó, de ezt már le kell fordítanod. Az is jó. És ez nagyon sok konfliktussal jár, hogy ezeken túlverjed magadat. Tehát, hogy... De egyáltalán hogy akad oda az ember? Egyszerűen között sétálsz Pápua Jüginába, és ők veled szembe jönnek, vagy te fehér emberként besétálsz, és azt mondod, hello, itt vagyok, ők azt mondják, hogy hello, gyere. Milyen nyelven kommunikáltok, hát hogy inkább... akad rájuk az ember? Tehát akkor az első utam az a 90-es évek elején volt Pápuákhoz, és a hegyekbe trekkingeltem. Nekem a egyik legnagyobb élményem az volt, hogy így jönnek ezek az emberek, ilyen mesztelenek, ilyen kotekával vannak, ilyen tök van a tökükön, és akkor így meglátnak, és akkor így néznek, tehát ez a kitágul a pupilla, hogy, és így szívnak ruha? Be, igen, és akkor így áj, és így nyújtják a kezüket, és egy percig rázzák, és így néznek, mint valami űrből jött lény. Tehát ez annyira cuki volt. Aztán másik része meg ott van, ha lemész a völgybe már, akkor ott már láttak fehér embert, ugye, és akkor te ilyen pénzes zsákként funkcionálsz. Tehát ugyanaz a képlet, hogy valamit akarsz venni, és akkor rengetegbe kerül. Ezt a pénzezás képet, ezt neked azért mindig meg kell cáfolni, mert ugye neked pont annyi lóvéd volt mindig, ami már a holnap. Nagyon elején. Minimálisan utaztam, és ez néha nagyon nehéz. Tehát olyan helyeken, ahol tényleg a gazdag turistát látják, és ilyen helyekre a gazdagok jutnak el, mert nagyon drága. Tehát Indonéziánál is háromszor drágább volt, ugye most a indonéz Pápuáról beszélünk, hogy viszonyú drága nekem. Tehát, hogy én tényleg én mindig nomád módon utazom, tehát, hogy vittem a hálózsákomat, és akkor helyiekkel alszom, hogyha meghívnak. Tehát ez folyamatosan létezik. Nyilván egy turista ezt nem, ott le van szervezve, akkor kap házat, szúnyoghálót, stb. Tehát, hogy és akkor látják, hogy ő mindent megfizet, pontosan van a guide-jai. Tehát, hogy azt hiszik, hogyha jön még egy ugyanolyan színű, hát az azt jelenti, hogy egy csomó pénz jön. Mit jelent az, hogy nincs időtudatuk például? Hát például, hogyha beülsz egy menetrend szerinti buszba, ami A és B között megy, megkérdezed, hogy mikor érünk oda. Az egyik, a buszsofőr azt mondja, 2 óra, a kalauz meg azt mondja, 10 óra. Nem tudják, hogy mennyi, fogalmuk sincs. Nem kérdezem, tudják, hogy mennyi az adott idő, ami alatt nem, eljutnak. Nem, és érdekes. Naponta megteszik. Egyébként ilyen 6 óra. És a kettő közé előni akkor. Aha. Igen, és akkor próbáltam kérdezni, no, hány kilométer, hiszen ott azért pörög a kilométer számlál, ha csak egyszer ránéz így a utóbbi években, és nem. Jó, de az, hogy kilométer, azt már le kell mérni, azt már le kell nem olvasni. Nem kell mérni, ott pörög neki. Tehát, na jó, azt már nekem tudnom adat... kell leolvasni, de az, hogy mondjuk mennyi a idő, az gondolja, hogy van egy naporájuk, és kit bármit, de alapvetően nem, hát ők azt tudják különben, hogy elindulunk, és egyszer odaérünk, és tök mindegy, hogy mikor. Tehát volt ilyen Pápuáknál, hogy reggel 6-kor mondták, hogy jön reggel a busz, és akkor kimentünk napkeltekor, ne késsük le, mert nem tudták, hogy mikor, és akkor ott a helyiek is így gyűltek, és kérdeztük, hogy mikor jön, mert mit tudom, 8-kor, 9-kor még nem volt ott. Hát, ha nem jön, akkor majd holnap is visszajönnek, és akkor holnap mennek. Hát nem idegeskedik túl dolgokat. Nem, hát nekik tök mindegy, hogy most mikor ér be a városba, tehát, hogy... A város ott lesz holnap is, nem? De ez most komoly, jó, tehát, hogy mi nem? Izgulunk ilyen miatt, hogy egy percet késik a metró, tehát akkor külföldiekkel beszél, akik nem is értik azt, hogy miért izgulnak itt az európaiak, hogy ez a metró elment az óruk előtt, hát 2 perc majd jön a másik, tehát mi ezzel a gond? Azt olvastam. Meg még egy sztori, amikor Dél-Amerikába stoppoltam, én mindig kérdeztem a közép- meg dél-amerikaiakat, hogy mi a véleményük USA-ról, azokat, akik voltak. És mondták, hogy hú, hát milyen rossz, hogy ott bemész a boltba, és senki nem beszélget vele, tudod, lehúzzák a üzét, fizetsz, és senki nem kérdezi meg, hogy hogy vagy, de mit csinálsz, de tehát nincs duma közben. Nagyon jó. Tehát, hogy nekem ez is egy nagyon visszajelzés a mi társadalmunkról, hogy mennyire gépiessé váltunk, mennyire megszűntek az emberi kontaktusok. Tehát, hogy nekem ez tetszik az utazásban például, hogy ezek még ott élnek. Azt olvasom, hogy Pakisztánban én 4-5 ezeres hegyeken mentél keresztül, és azt írott, hogy az ember egyedül van, és kitörik a bokája, akkor ott marad végre. Így van, és ezt szandálba tettem, azért tegyük hozzá. Készültél marhára. Mennyi ideig tart egy ilyen, menjünk át a pakisztáni hegyeken című történet. Én 3 hónapot voltam, tehát nagyon sokat trekkingeltem, ez még így a Taliban ére előtt volt, amikor a Swat völgybe akkor is már mondták, hogy oda ne menjünk, már veszélyes, de a fönti hegyekben ott izmailak, tehát mindegy, az iszlámnak van több irányzata, ők nem a szunnik, és hihetetlen barátságosak. Sőt, a hunzák ott még keresték a magyar rokoni vonalakat is egyébként. Voltál a hunzák völgyében? Igen, igen, igen. És akkor ott volt egy nagyon értelmes figura, egy kulturális egyesületet vész, és megtudta, hogy magyar vagyok, és ott kerestük a közös szavakat, hogy van-e. Aztán persze egy magyar nyelvész ismerősöm azért helyre tette, hogy azért annyira nem, de akkor is jó el volt is rontott a barátkozni. De tényleg úgy elképzelni, hogy az ember megy, és ott tényleg ott legurul kettővel lejjebb, és történik vele valami, hát senki nem talál, nem? Van, egyik a gletszerek, vagy amikor mész a gletszerek, ott vannak rianások, és ugye én egyedül szoktam, mert nekem nem volt pénzem guide-okra, stb. Tehát, hogy a hegymászásban
egyedül veszélyes. Ha többen vagytok, akkor kihúznak, stb. Maximum eltörik a lábat, hívnak segítséget, elvisznek. Tehát, hogy ilyen van. De én olyan helyeken mentem, ahol mit tudom én, kb. Fél év múlva talál meg legközelebb valaki, addig meg nem húzom ki ott a gletszer szélen, meg nem is volt felszerelésem. Tehát ilyen szempontból egy felelőtlen utazó vagyok, de ilyenek vannak. Viszont cserébe hihetetlen jó, ott egy 7000-es hegy, és mondjuk ott egy 4000-es gletszer, és akkor látsz egy ilyen avalancs, hogy mondják ezt, lavinát, igen, fantasztikus, meg nem tudom. És te megottálsz egy szál papucsba, tényleg. Szandál. Ja, bocsás, igen. És a sátrad, mindjárt. És a nappal meleg van, elvitte a lavina. Tehát nappal is szétéksz, tehát iszonyú meleg van, és akkor éjszaka vannak minuszok. Tehát igazából az éjszakát kell kibekkelni rendesen, és utána nappal már tudsz menni. Nicaraguában emberrablók raboltak el, tényleg? Hát volt ilyen, nem rám céloztak egyébként, de úgy jött ki az esemény, hogy oda jöttek hozzám, van itt egy nyitottak egy új hostelt, és akkor most első napokban ez így ingyenes, és hogyha azért nézzem meg, hogy elvisznek oda, és akkor beültem a kocsiukba, aztán mondta, hogy jó, még jön egy haverja, és akkor is beültem, aztán jött egy harmadik, meg egy negyedik. Kicsit és már csak azt vettem észre, hogy négy nagy ember között vagyok, és megyünk ki a városból. És én furcsa kérdéseket tettek föl, hogy hát hogy mennyi pénz van nálam, hogy milyen bankkártyám van, és akkor rögtön esett le a tantusz, hogy hát ezek mást akarnak, és mondtam, hú, hát a pénzem meg azért zsákom, az ott hagytam a őröknél a Nemzeti Park bejáratán, de csak jöttem, hogy megnézem ezt a falucskát, hogy milyen, és akkor elvették a fényképezőt, nézték, és akkor lehet, jó, hát ezért csak 100 dollárt kapunk, visszaadtak, és kidobtak a kocsiból, tehát nem voltam egy nagy halat. Csak szépen visszaslatyogtál. Így van, visszastoppoltam utána a városba. Volt olyan hely, amire azt mondta 25 év alatt, hogy ide nem merek elmenni, vagy nem akarok, vagy olyat hallottam róla, vagy pont azért mentél, mert olyat hallottál róla, hogy na, ide senki nem megy, én elmegyek? Na igen, tehát én sokat utazom, Afrikát mindig ilyen utolsónak javaslom az embereknek, tényleg? Főleg a független utazás, Afrika nagyon kemény, tehát hogy az egyik legnehezebb utazni. Miért? Tehát a legkeményebb stopposok is mondják, hogy 3 hónap után ők evakuálnak. Tehát én meg... De mit, hogy nem vesznek föl, vagy olyanok a nem, körülmények? Igen, tehát mindenki lehúz, mindenki a használt lesi belőle, tehát, nincs, tehát barátkozóak, tök barátságosak, de a vége mindig az, hogy adjál nekünk egy laptopot. Abban nincs olyan sok az ember. Küldjél pár. Adod a laptopodat, a kulacsodat és a bankkártyádat. Aztán mehetsz. De nem ezt ők barátságosan nem kirabolnak, csak ők teljesen természetesen veszik, hogy jön egy fehér ember, az mindig osztogatni szokott. Hát akkor most neki nincs laptopja, igaz, akkor de nekem se volt, és olyan laptopot kérnek, és évekig küldenek neked még e-mailt, hogy ne felejtsd el a laptopot. Tehát de helyesek. Azért e-mailt tudnak küldeni. Na mindegy, tehát honnan is szakadtunk le, melyik... Miről küldik? Hogy volt-e olyan hely, ahova nem mentél, vagy direkt azért mentél, mert hallottad, hogy nagyon veszélyes. Tehát a dél-afrikai köztársaság ilyen nagyon húzós ilyen szempontból, illetve Nigéria volt. Tehát voltam, mit tudom én, 6 éve vagy 7 éve először Nyugat-Afrikába, és akkor eljutottam egészen Togó, Benin, és akkor ott volt a nigériai határ, és akkor mondtam, hát erről nagyon sok rosszat hallottam, egyébként nagyon fifikások, vagy nagyon műveltek a nigériaiak, tehát hogy oktatásban király, viszont hogy mondjam, rosszra fordítják ezt a tudásukat, meg ezt a gondolkodásukat, és akkor is fölkanyarodtam Burkina Faso, Niger, és akkor onnan szálltam haza, viszont most stoppoltam Dél-Afrikából föl Csádig, és ugye Nigériában volt a legolcsóbb repülő egy vissza Európába, ugye, mert Szudán felé nem tudtam menni a Darfuri konfliktus miatt, tehát hogy kb. A Csád az nekem egy ilyen zsákutca lett, és akkor visszamentem, de hát a nigériai vízum is nehéz volt, és Nigérián belül meg naponta letartóztattak, tehát körülbelül meglátnak egy fehér embert, aki nem jippel és sofőrrel van, az ilyen out of context, tehát hogy nem tudják hova tenni, és ahogy meglát egy rendőr vagy egy katona, rögtön szétszedik a csomagomat, tehát engem terroristaként kezeltek kvázi. Tehát tök furcsa egyébként, hogy mi ezt csináljuk a külföldiekkel, ott meg velem csinálták ezt a rendőrök, és nyilván a baks is volt az egésznek a történetnek a vége. Hogy fizessél. Hogy fizessek, én meg nem akartam, akkor bevisznek a rendőrségre. Tehát minden nap, most ezt tök komolyan mondom, minden nap a rendőrségen töltöttem 2 és 4 óra között, attól függően, hogy milyen gyorsan kerültem fel a legfelső pozíciói rendőrig. Ha gyorsan ment a legfelső pozíciói rendőr, azt mondta, hogy mondom, turista vagyok, hagyjanak már békén, naponta letartóztatnak, engedjenek el. Ja, jó, és akkor elmehettem. De volt olyan Nigériában, hogy rendesen új lenyomatot követ, egy 18 oldalas papírtömböt kell kitöltenem, tehát tényleg így a múltamról, hogy mi voltam katonaságnál, stb. Atya Isten, kicsit paranoiásak. Tehát rendesen új lenyomat, fénykép, mindent kaptam. Itt volt az, hogy eltévedtél a sivatagban éjszaka? Nem, az a Burkina Faso Niger határon volt. Aha. Ez azért, mert hetente egyszer megy ott valami jármű, és gondoltad, gyalog megcsinálod. Gondoltad, hogy nincs baj, egy kis magánnyal. Hát ha most jön. Elindultál arra felé? Hát azért, mert csak ilyen 40-50 kilométer, és éjszaka azt le tudom sétálni. Ugye, mert nappal ilyen 40 fokok vannak, tehát az hőhalál. Már hogy átkelsz a határon, arra gondolsz? Igen, mert nincs messze, tehát hogy ha átjutok a túloldalra, ott már van egy másik falu, de
nem akartam 6 napot várni egy olyan faluban, ahol semmi nem történik, azon kívül, hogy naponta 5-ször imádkoznak. Tehát, na mindegy, lényeg a lényeg, hogy akkor kivártam végül a jeepet, az is úgy nézett ki, ha még ilyen sztorikat akartok, hogy megérkezik egy jeepet, képzeljetek el, nyitott, hogy kb. 20 ember vagy 25 van rajta, plusz csomagok. De ez egy 8 személy maximum, ugye? Egy kis jeep, igen. Vinni, igen, de tehát 25. Így van, nagyon szép fotót kiraktam itt a vandorboy.com oldalamon, vagy a Facebook oldalamon, szintén Vandorboy, ott lehet ezeket böngészni. Úgy ment, hogy mentünk kb. 5 kilométert, és ugye elfolyt a hűtővíz, akkor utána megállt, akkor valahogy föltöltötték, viszont nem tudja elindítani, mert nem indul. Akkor le kell szállni, a sok embernek be kell tolni, akkor beindul, akkor visszaszállnak, akkor megint megyünk 5 kilométert. Ez egy simatagi show. Zseniális. Tehát, hogy kaland, valahol tehát, hogy... nagyon szórakoztat, hogy az ember ott van hosszú hát, ideig, akkor de az a lényeg, hogy én tudtam, azért, hogy megérkezünk, hiszen az a másik 25 ember is azért ült rajta, mert azt gondolta, hogy megérkezünk. Tehát, hogy ilyen módon ők meg miért gondolták azt, hogy megérkezünk? Ja, én fizettem ért egy halompénzt, igen. Sajnos igen, itt nagyon drága Afrika, azt is ezt a sztereotípiát is szoktam lerombolni, hogy hiába vannak ott éhezés, a többi, iszonyú drága, tehát drágább, mint Európa. Legtöbbször persze. Olyan van, ahova még nem jutottál el, de szeretnél? Én most 150 országban jártam, tehát akkor még ENSZ szerint van nekem 47. De valószínűleg nem jutok el ezekre a helyekre, mert ilyen kis szigetek a csendes óceánon, meg, tudom, de szigetekre nem tudok elstoppolni, na röviden. De van-e álom? Van-e álom, ahova szeretnél? De még nem igen, van Jemen, az egyik ilyen nagy álmom, tehát gyönyörű, szép kultúra és nagyon-nagyon fantasztikus emberek. Kétszer is voltam a határon, de nem jutottam be. Akkor Izland, Antarktisz, Grönland és Argentína, talán ez van még az életlistámon, aztán így nyugdíjba vonulok, ha már a nyugdíjjal kezdtük itt a blokkot. Ja. Volt olyan hely, ahol üldögéltél, nem tudom, tényleg egy Machu Picchu, vagy a Nazca vonalak, vagy a piramisok, és azt mondtad, hogy na most igen, én ezt az egészet ezért csinálom, na most ez egy olyan pillanat, hogy itt ülök a csillagos ég alatt, és úristen, ha lehetne, akkor ezt megmutatnám mindenkinek. Hát általában nekem ezt a hegyek hozzák, ezt az érzést. Én inkább hegyi ember vagyok, mint vízi, meg tengerparti. Tehát amikor ott vagy egy 5000-es vagy 6000-es hegyen, és ugye a világ a lábad előtt van, és érzed azt, hogy ezt meg tudtad csinálni. Erre szoktam mondani, hogy az utazás a határaink kitologatása, tehát hogy tisztába jössz magaddal, hogy mire vagy képes, és még azon túl. Tehát nekem ez az érzés, hogy megcsináltam, és hogy voltam ott, meg hogy látom, nem leírható. Tehát aki mászott hegyet, vagy akár mit tudom, fölmegy a kékes tetőre, már az is valószínűleg egy csúcs valakinek, akkor az ott is érzi, hogy milyen jó érzés ez. Én voltam múltkor a kékes tetőn, nagyon méges voltam, tele volt a parkoló. Ja. Picit lejjebb kellett megállni, a kutya fájt, nagyon ki voltam borulva. Teljében a parkoló, mondom, kutya fáját, legalább 20 métert sétálunk el. Milyen világ ez, kérem szépen, milyen világ? Egy automata, egy ATM, van valahol is. A határaimon vagyok. Nem tudok ülni valahol, mert 20 métert sétáltam, nem volt a parkoló, bevilesen jó. Váltan egy 20-as. Ja, Istenem, nem, csak humorizálunk nyilván. Pont ez lett volna a záró kérdés, hogy nyilván azért itt a 27 év alatt az ember baromi sok mindent megtanul önmagáról, hiszen ez a sok egyedüllét már olyan gondolatokat, meg olyan mentális erősödést hoz, amit kevesen tudnak megtapasztalni, hiszen itt mindig tényleg körbe vagyunk éve valamivel, a saját családtagjainkkal, emberekkel, kütyükkel, internettel. De hát azért a nagy csönnek és a hosszú magányok azért biztos, hogy fölébresztenek az emberben valami más, nem? Amit itt sajnos nem tudunk, és hát nem olyanok a körülmények. Hát én a buddhista főiskolán jártam, azért meditáltam, meg amikor voltam Dél-Kelet-Ázsiában, nagyon sok helyre elmentem, ilyen elvonulási helyekre, kolostorokba. Tehát az ember mondjuk megtanulja a türelmet, megtanulja azt, hogy az időt másképp kezelje. Tehát nyilván itt Európában azért pontos vagyok, ide is beértem, de maga az, hogy benne vagy egy világban, a világnak a részese vagy, egyé tudsz vele válni, el tudod fogadni a legtöbb helyzetet, tehát hogy türelemmel, tehát ez nagyon fontos, mondjuk főleg, ha valaki stoppal járja a világot, illetve ráhagyatkozni a világ, hogyha ez történik, akkor azt fogadom el, ha az történik, azt fogadom el. Tehát, hogy ez nagyon rugalmassá is tesz, tehát, hogy nyilván ez is kell hozzá, tehát nem feltétlenül ragaszkodok ugyanazokhoz a rendszerekhez, hanem be tudom látni, hogy mondjuk Ázsiában így gondolkodnak az emberek, nyilván hőböröghetek rajta, de ezt megváltoztatni nem fogom, ugyanúgy Afrikában, amit mondtam, ez a sepén se időtudat nagyon sok konfliktust generál. És akkor úgy utazás során ezt is megtanuljuk, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat. Tehát, hogyha rossz indulat megy feléd, akkor azt hogyan transformáld át. Tehát ezek mind olyan technikák, amik gyakorlat során sajátítod el. Tehát, hogy itt a karosszékből nem. Na, csak hogy ne egy ilyen spirituális, milyen szántó gondolattal hagyjuk abba. Már belegondoltál, hogy hány országban hány gyereket lehet különböző kalandokból? Bele. Igen. Csak hogy azért egy ilyen könnyen, mégis azért egy szorogozható reggeli műsor vagyunk, igen. Így hagyjuk inkább abba ezt a beszélgetést. Számokat mondják. Hol tarthatsz?
Nehéz ezt megmondani, de azért... azért hogy én őszinte van. Világéletemben azért vigyáztam, hogy azért ne hagyjak fölösleges terheket ismerősökre. Igen, tehát hogy ez nekem fontos volt. Nem tudok számot mondani. Tehát ez a véletlen hozzá, majd kapom az e-maileket egy időt. Istenem, hát irigykedik az ember, azért ezt jó hallani, hogy valaki hát így tud élni, és járja az álmait, és csinálja, és végrehajtja, és megélni. A saját döntés hát egyébként. Tehát mindenki arra hivatkozik, hogy hát nincs pénz, meg pénz kell hozzá. Most szerveztem ezt a Járatlan Utakon fesztivált, talán látjátok itt a pólómon is. Itt 28 előadót hívtam el, akik hasonló módon utaznak, mint én, és ezt mutattuk be a világnak, hogy lehet másképp utazni, csak neki kell vágni. Le kell mondani ugyan a komfortról, le kell mondani egy csomó dologról. Most azért többen az eszterek a gép mellett, meg a kórházakban, meg mindenhol. Hova tudnék én menni azért? De nyilván egy döntés. Nem, hát ez kell egy kulturális háttér, tehát hogy van benned egy ilyen, hogy kíváncsi vagy a világra, meg akarod ismerni, és erre hajlandó vagy áldozni már, mint időt, energiát és a diszkomfortot. Hol meg kiörülne az egész országtól, mindenki. Menjünk stoppolni. Tudod, Vándorban menne elő, mint Forrest, amikor fut és fut. Hát az nagyon durva, amikor Afrikában, Etiópiában annyi gyerek van, és mindenhol rátapadnak, tehát egy faluba vagy, nem tudsz stoppolni, mert kb. 50 gyerek vesz körül. Tehát hiába rakod ki a kezedet, a kamionos vagy a kocsis, az csak egy nagy fekete ilyen gomolyt lát, és nem téged. Tehát kb. 3 kilométert mindig ki kell sétálni a faluból, hogy végre már csak mint a 5 gyerek kövessenek, ott már le tudod stoppolni ezt a járművet. Tehát, hogy ilyen nehézségek is vannak, amire nem is gondolunk. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Amerikai világsztárokról akarok megosztani veletek egy hírt. Ugye tudjuk, hogy ami Amerikából jön, az nagy divat, ők mindig előjárnak mindenben. Ha zenéről van szó, filmről van szó, akkor ilyen mérföldekkel leköröznek sokszor mindenkit. Holdra szállás, stb. Csipcsup dolgok. Felsorolnak különböző neveket egy cikkben, Rihanna, Eminem, Gwen Stefani és még sokan mások, akik állítólagosan ugyanahhoz az amerikai masszőrnőhöz járnak. És ebben a masszőrnőben van egy dolog, ami megkülönbözteti őt a többi masszőrtől, méghozzá, hogy máshogy masszíroz. Mit tudhat? Meglepődtek a sztárok azon, és ezt le is nyilatkozták, Dr. Dotnak hívják egyébként a masszőrt. Ő egy masszőrnő, aki úgy masszőröz Kaliforniában. Nem egy félrefordítás, a doktor és pont. Nem az mondat vége volt. Dr. Dot. Dr. Pont. Igen. Egy pici csak az e-mail címében mondtam. Igen, Dr. Dot. Nem itt kérdeztem. Dr. Dot. Szóval így hívják. Mindenki hozzájár most állítólag Hollywoodban, és óriási őrület van körülöttem. Ugyanis egy 48 éves nő, és úgy masszíroz, hogy közben beleharap a kliensek hátába. Tehát elmész hozzá, hogy te megmasszírozz a saját magad, és egyszer csak lapockán harap a nő. Oh. Ott volt nála már Eminem, mondom, Gwen Stefani, Rihanna, nagyon sokan járnak hozzá, és a nő azt mondja magáról, hogy egyébként Frank Zappának volt először szüksége arra, hogy megharapja, mert Zappa kérte, hogy harapja már meg, legyen szíves, és felajánlott ingyen koncertjegyet a terapeutának. És a nő rájött, hogy ez a harapásos masszázs, ez baromi jól működik, és elkezdte harapdálni a világsztárokat. Tehát elment hozzá Eminem, levetköztette majdnem messzel erre kisgatyába egy jó masszázs, és egyszer csak lapockán harapta. Szól előre, ez vagy jó. Ez a váratlanság? Hát szerintem azért ezt itt tudni lehet. Tehát, hogy valószínűleg ezért is mennek el hozzá. Igen, ezt most már lehet róla tudni. Ő azt mondja, hogy egyébként az anyukája kérte meg először, hogy masszírozza meg, aha, még Frank Zappa előtt, és nem voltak elég erősek a kezei. És akkor az 40-es éve. És akkor az anyukája mondta, hogy nem baj, kislányom, harapj meg. Oh. És a kislány megharapta. És aztán a Zappa is ezt kérte tőle, és rájött, hogy a harapással nagyobb erőt lehet kifejteni, harapdálja a sztárokat. És azoknak az, hogy mi van, ha te úgy mész el hozzá, hogy nem tudod. Azért ez egy érdekes dolog. Ugye? És egyszer csak belső combó harap. Tehát belső combó harap, mondjuk. Azért ez egy érdekes pillanat. Amikor először megharaphatta el, mi nem tételezzük, hogy mondjuk nem tudott róla. Vagy Rihanna, vagy bárki. Igen, megpróbálsz elernyedni, egy picit átadni magadat az élménynek, egy kicsit relaxálni, így megtalálni így a belső nyugalmat, a békét, és egyszer csak egy irgalmatlan nagyot beleharap a combodba. Hát az kellemetlen. Azt nyilatkozott ezen, ő több amerikai bulvárlapban, műsorban is megszólalt. Nevek nélkül mondta,
hogy van, aki például mellharapást kér tőle. Tehát már híre ment, járnak a sztárok hozzá haraptatni, mert hogy ez mennyire vérbőséget okoz, és milyen jó, és mennyire felfrissülnek tőle. Fáj egy kicsit, de egyébként nagyon frissít. És megkérdezték, hogy ki milyen harapást szeretne, és mondta, hogy vannak olyan sztárok, akik a mellbimbó és a mellharapását részesítették elő. Ezt nem a masszírozás élményért kérném, gondolom, jól néz ki, a masszörnő. Nem, van róla kép, nem. De hát figyelj, azért ennek megvannak a maga veszélye, elég, ha csak arra gondolok, hogy mit tudom, például a Feri háta kifakad. Na, egy képzeld el a pumpomba. A pumpomba, de harapja, de akkor késő. A nő még nem tud megszólni. Az egy kis rágos fere. Na, de eszembe jutott erről egy dolog. Nem harapsz, add már ide a kezed, hogy milyen. Most mi, meg akarod harapni? Igen, hogy meg elkezdelek masszírozni egy kicsit, csak a karodon. Karodon, és egyszer csak megharaplak. És egyszer csak belém harap. Igen, hogy már... Hát akkor harap meg a belső combom itt a lágyék. Jó, fetíts fel a púl. Ne. Kicsit itt masszíroz meg, és nem harap meg. Dobjunk rá még egy lapot, növeljük a tétet. Na? Téged is megharapjalak? Ja, ne, a világért se keverném bele magamat ebbe a sztoriba. Harapdod csak fel a Balázs. Na, de mi a lap, amit rá akarsz dobni? Figyelj, hát menjél följebb. Azért mondom, hogy hát itt azért most voltam ilyen cross-training, és a lágyékomban ez a combizom, ez nagyon meg van húzódva. Tehát ezt ott harapok a legjobban. De eszembe jutott az, hogy milyen pillanatokban vagyunk abban az élethelyzetben, amikor elmész, igénybe veszel bármilyen szolgáltatást, vagy elmész egy orvosi vizsgálatra, egy röntgenfelvételre, egy fogorvosi vizsgálatra, egy masszázsra, és nem teljesen azt kapod, amit kértél, vagy valami teljesen más dolog történik váratlanul. Számos ilyen példa van, ugye, amikor te tényleg elmész egy fogorvoshoz, amikor elmész röntgenezni, és nem ahhoz a lábadhoz nyúlnak, amikor nem azt kezdi el a doki neked kezelni, vagy megvizsgálni. Tehát olyan élethelyzeteket keresünk, amikor te igénybe vettél valamit, és nem teljesen az volt, amire te számítottál, nem teljesen azt kaptad, amire te vagy befizettél, vagy vártad, vagy elmondták neked, hogy az jó lesz. Hát nekem volt egy ilyen esetem, egészen konkrétan a fogorvosnál történt, és rossz fogadat húztak, jó fogadat húztak ki. Igazából nem volt annyira rossz a fog, ez STK-ról akkor szoktam le ennek az élménynek a hatására, mert hogy az történt, hogy bementem, és nekem ott volt egy orvosom, aki évek óta jártam már, és nagyon-nagyon elégedett voltam, mert mindig minden rendben volt, és de egy alkalommal nem volt bent, viszont nem volt helyettesíteni a főorvos úr, és nagyon megörültem neki, mondták, hogy a főorvos úr átúja a legnagyobb góriót. Mindenhezért. Azért főorvos, és bejött egy ilyen papa. És ezt nem, tényleg nem negatív értelemben mondom, mert csak egy idős fogorvos úr volt. Elkezdte fúrni az egyik ilyen nagy örlömet hátul, amivel probléma volt, és hát furta, és már egy olyan indokolatlan egész meg, hogy hozzá voltam szokó, hogyha egy pici lyukról van szó, akkor ez pikpak megvan, és már mehet is. Furta. Mondta, hogy öblítsek, oda nyúltam a nyelvemmel, és éreztem, hogy nem az az oldal. Hogy nem, hanem, hogy egy picit, mintha kevés maradt volna a fogamból. És kiderült, nem fogjátok elhinni, hogy az utolsó munkanapja volt a főorvos úrnak, pont nyugdíj előtt volt. De mi is bosszú? És egy kicsit az egész sztori olyan volt, hogy na, még utoljára odaengedjük az öreget valaki. Annyira tipikus, hogy te voltál ott. Szétfaragta itt hátul a fogamat, mind a mai napig gyakorlatilag ilyen íny magasságban van a fogam ezért. És ezért ezt csak képeset mindig. Az egész fog gyakorlatilag egy hatalmas tömés, mert hogy nem marad belőle jóformán semmi. A papa az egészet úgy, ahogy van, elfúrta. De innen volt indokolt? Tehát, hogy annyira rossz állapotban volt és a fog? És nem volt. Egyáltalán nem volt. Egy pici luk volt. És furta. És szinte már még hallottam, hogy mit tudom én, hogy elköszönnek tőle, megtapsolják, kap egy desszertet, egy csokor virágot, ezt megy haza. Nem, ez volt az utolsó munkanapja, és ezt utána nekem így elmondta. Mondom, köszönöm szépen. És legyalult a fogam. Gyakorlatilag az új szintjei. És amikor visszamentél, nem mondta a doki, de rég egy Jézus Isten. De mondta, hogy ezt neki jó. Ki járt a maga szájába, János? Jól tudom, akkor a főorvos úr. De jó, hogy nem az első beccőfogaid egy gyarulta lehet. Egy kicsit úgy látom, kezdjük el nyúlásodni. Ragadozó fogsorra. Először mélyaltatásban nyúlok hozzá, fogához bealtat, tudod, és 3 órás műtét után fölkelsz. Azóta hidegre, melegre, minden érzékeny, de hogy ez egy 20 éves történet, tehát, hogy azóta kínlodok vele. Ancsan, na, mi történt?
Nagyon kedves barátnőmtől kaptam karácsonyra egy kupont. Na, a kupon, nagyon sok kuponos történet jön. Igen, hogy egy kozmetikus, nem valamilyen kaviáros, nagyon ilyen minőségi kis arcpakolást fogok kapni. Mert nagy nehezen a belvárosban megtaláltam egy ilyen pici ajtó, át kellett menni egy kis stúdión, és egy galéria szobába kellett fölmenni. Ott várt egy körülbelül 90 és a halál közötti mami. Ne. Mint kozmetikus, úgyhogy beléptem abba a csöbb fűlett ilyen galéria szobába, ahol nyilván se egy fogas semmi. És fogott egy ilyen teljesen fehér tégelyt, amiben nyilván volt valami, azt így mondta, feküdjek le, rám kente. Ezzel nem is lett volna nagyon baj, amúgy semmit nem csinált, se egy masszírozás, semmit, csak így rám kente. És elkezdtek ugye jönni hát így gondolom egy időpontra hívott még vagy négy-öt ember. És a pici kis galéria szobába bejöttek oda öten? Igen. Akkor néhányan doporogtak, néhánynak mondta, hogy na, üljön le. Akkor volt, akinek elkezdtek gyantázni az intim. Tehát intim gyantázni. Nem mondod. Tehát öten voltatok egy kis szobában, te feküdtél egy ilyen kaviáros öntéssel a fejre, miközben valakinek fazongyantát csinált a néni 90 évesen? Oda kell menni, imádom. Volt még egy kis fekvőrész, akkor ott meg egy másik hölgynek megágasztott ilyen kis. Hát valami vibráló valamit a fenekére, tehát az a nő is levetkőzött. Ó, Istenem, hát én nem ez itt a kerényekre, ahol egy fazongyanta, egy fenékmasszáz, egy kaviáros nő fekszik hátul. Igen. És akkor még vagy ketten-hárman meg ott álltak és vártak. Köszi, hogy elmondtad. Itt van velünk Kriszta. Hello, Kriszta, jó reggelt! 15 éves voltam, amikor az első nyári munkából úgy gondoltam, hogy elmegyek kozmetikushoz, és megigazítottam a szemöldökömet, hogy szép legyen. Fogta, legyantázta az egészet, és megfestette. Ezzel a tartósabb festéke 3 hónapig gyönyörű volt, de hát azóta sem nőtt ki a szemöldököm. Nem mondod komolyan. De komolyan. Van 3-4 szál, de szó szerint. És most akkor minden reggel megrajzolod a szemöldöködet? Igen. Hát, 25 éve emberünk minden nap eszedbe jut akkor tulajdonképpen, nem? Igen. Köszi, hogy elmondtad. Itt van még egy hallgatónk. Hello Petra, jó reggel, ciao. Sziasztok. Te térműtétre mentél volna, ugye? Igen, vagy hát oda indultál? Igen, én Debrecenbe indultam térműtétre, és én voltam pont az első, akit műtettek, és nagyon-nagyon izgultam. Amikor bejött hozzám egy nővérke, és rajzolt egy nagy fekete alkoholos fiatal lábon, egy nagyon nagy X-et, és kérdeztem, hogy ez miért szükséges, és mondta, hogy ezért, hogy ne tévesszék el, hogy melyik térre fogják műteni. Jézusom, tehát oda ment, feküdtél az ágyon, és X-et rajzolt a lábadra. Igen. De a jó lábadra? Hát hál' Istennek a jó lábon, de nagyon izgultam altatás előtt, hogy vajon melyik lábon azt fogják műteni. Atyaisten, fekete X-es. Most az X marad, vagy az X-et kell műteni? Igen. Azt szerintem azt kell műteni. Várj, és ott kell műteni, ahol az X van? Vagy... De jó, hát és erre, aztán jól műtetsz. Azért már nem figyeltek, igen, a combomra egy hatalmas X-et, hogy biztos eltalálják. Aha, de aztán de jót műtöttek ráadásul. Igen, hál' Istennek, jót műtöttek, és jól is sikerült. Ciao. Köszönöm. Hello. Kozmetikushoz mentem egy kicsit fogatlan, és mint menet közben kiderült, ex-BKV ellenőr fogadott. Intim gyantára mentem ugyan, de amikor felszólított, hogy forduljak a hasamra, és íziben húzzam szét a fenekem, inkább mutattam volna a bérletet. Feleségem haja lapockáig ért. A fodrásztól kis igazítást kért, az eredmény az lett, hogy hátul úgy felnyírta haját a fodrász, hogy még a fejbőre is látszott. Gyuri küldte nekünk. 3 év az első szabadságomra, az első gyermek születése után kariajándék gyanánt kaptam a férjemtől egy masszázs kupont, úgy vártam, mint a messiást. Igor várt, az ukrán vízilabdás, aki mellesleg masszőr, 10 perc után könyörögtem az életemért, közben mesélt az ukrán örömlányok futtatásával kapcsolatos tudnivalókról. Júj, de gyönyörű. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.